Jó estét kívánok mindenkinek! Sziasztok, sziasztok, sziasztok! Csá, 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 csá! Hello, hello, hello! Megérkeztünk máma, Arab és Diaz temetésére! Hello, hello! Csá, csá, csá. Jaj, hát hol szól, de ma? Ott, ahol kéne, nekem. Mindjárt beállítom a fülest. Valami a fülest nem érzékeli. Na majd most. Szuper! Hello, hello! Sziasztok! Cső, cső, cső! Jó estét mindenkinek! Jó estét! Sziasztok! Hello, hello! Jól telt a napom, köszönöm szépen! Cső! Voltam a fodrásznál. Sziasztok! Jó estét! Ma temetés lesz! Temetés! Temetés, temetés! Sziasztok, jó estét mindenkinek, hello, hello! Motoros videó most volt múlt héten. Múlt héten. Sziasztok. Így van. Ma temetés lesz. Szia Bálint, minden oké, okay, jól vagyok, köszönöm szépen. Remélem ti is jól vagytok. Minden oksa. Kis dínos hajam lett. Igen Attila, köszönöm. Átment rajtam a fűnyíró, így van. Cső, sziasztok! Cső, 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 cső. Mi ez a nézőszámláló? Hát beraktam. Nem tudom. Nem tudom. Ne, fogalma sincs. Csak úgy be valaki, aki nem nézi a chatet, hát érdekli, mennyien nézik a streamet. Aztán, ja. Köszi Dominik, kitartást a munkádhoz. Cső, cső. Dehogy is, Norbi, dehogy. Nem. Nem állna jó. Hello. Lesz, valamikor lesz emót? Mármint, ja, új emót, hát bánt, ha küldtök, akkor tudod, hogy rakom be. Én magamtól nem mindig tudok kitalálni. Hello, kit temetünk ma? Hát Arabot meg Diaszt. Diaszt, Diaszt. Megcsináltatok Ákos motorját? Igen. De mondjuk a számlálóhoz késik egy kicsit. Na mindegy. Visszanézhető lesz holnap mindenkinek, így van, ma a tagoknak. Daniel, lehet hívni egy randira? Igen, Szabi, persze. Nem mindegy, hogy a játékban vagy a való életben. Szia Ferenc, minden oké. Okay. Eddig mindig visszanéztem. Örülök Attila, érezd jól magad. Köszi Huni a 14 hónapodat. Nagyon kedves vagy. Mi lett az új nevem? William Nascobar. Ez lett az új nevem. William Nascobar. Ja. Ma kapunk hamis személyt is, így van. Úgyhogy lesz ma is minden, mint a búcsúban. De a temetés lesz a legfontosabb motivuma ennek. Rendben Stone, rendben. Szia Patrik. Jól van a család, Kornél, köszi szépen. Remélem, ti is jól vagytok, jól indul a hét. Jó estét. Mi elintézte? Igen. Tényleg az lett. Jobbulás, Márk. Ja, a tetoválást is kéne csinálni, igen. Igen, a tetkó sem maradhat el. Voltál már Móra-halmon? Rengetegszer ott jöttünk össze a feleségemmel, ott randizgattunk. Megsiratom magam, igen. Igen, csőbazsaja. Megsiratjuk. Ja, hol áll gyereket is. Annyi dolgunk van, hogy hihetetlen. Nem győzzük majd az RP-t. Nem győzzük majd. De mi van, az ellenség beköp a rendvédelmnek, ezért nem kell új telefonszám. Hát az ellenség, ez benne van a pakliba, hogy az ellenség beköp minket, aztán majd kíváncsi vagyok. Kíváncsi vagyok, hogy mi lesz belőle. Az Ádi az előbb nézte, mert a rendőrségen ül. Úgyhogy nem tudom, hogy mit csinált a gyerek. Nem tudom, hogy kik lesznek ma, nem szoktam megkérdezni. Hát találkozunk majd a többiekkel. Szia Gábor! Lesz majd Bálint, igen. Jaj. Zárjanak vissza, légy. Szia, mi? Az nem jó! Nem Smith, nem, most nincs semmi baja. Hibátlan állapotú, úgyhogy. Olyan volt ma nálunk, de két ember összeverekedett a faluban 300 forint miatt. Hát az azért kemény. Az kemény. Szia Roli! Adi megint a sitten? Nem, csak a rendőrök kihallgatják. Hello Gábor! Konzervatív szempontjából nem temetik. Hát őt nem! Mit ír Dávid Csányi? Azt sem tudom mit ír, úgyhogy bannolni kell sajnos. Butaságokat ír kell a csetre. Nagyon szívesen Balázs, Isten éltessen sokáig.
Majd a következő napod lesz. Hello János, csöcső. Ákos, jól van, volt már edzeni, ő is jár edzeni. Csöbika. Igen, youtuber. Szia Levente. Szia Széna, 45-kor kezdünk. Mindig 45-kor kezdünk. Most értél az a munkából? Jó, elhúzódott a nap megint akkor. Szia Rebeka. Jó volt a börtön RP? Ja, én is élveztem, király volt. Van a névnapod? Boldog névnapot kívánok! Sanyi, csirkemel tettem. Csirkemel, mikor? 3-6-kor. Ja, akkor vacsoráztam. Majd jönnék erpézni. Várunk sok szeretettel a szerverünkre. Akkor a Kresszel hol tart? Azt hiszem most fogja befejezni, 90%-nál. Azt megy Kressz vizsgázni. Úgyhogy lassan elkezdi. Ja. Gézáknak boldog névnapot, így van. De mikor lesz Tori RP? Nem tudom, hogy mikor lesz a következő, de ez még hozzá tartozik, ez a temetős dolog. Nem vesz, nem. Összevök esve. Ma lábnap volt. Meg is halok. A lábnapnál mindig meghalok. Hú, nagyon durva. Köszi Milko! Szia Dani, nagyon kedvelem a munkásságot, csak így tovább gratulálok. Köszönöm szépen a kedves szavakat és a támogatásodat is. Nagyon kedves, hogy tudom szívezni a donésod. Ja, meg kiírja bal fölül is most már. Mindent kiír. Mindent is. Ez még Fortnite? Hát mostában nem. Majd egy PUBG streamet akarok adni. Épp Light néztem egyik nap, és olyan jó, hogy megjött a kedve megint játszani. Ment a like, köszönöm Flagma. Örülök Attila. Ja, írja a feliratkozókat, a tagokat, a donésedőket, mindent ír. Az új rendszer. Hello, hello, követsz Istán, köszönöm szépen. Kedves vagy. Szia Zoli. Köszi Sanyi. Csomagbontos videó? Nem tudom. Ha jön csomag, akkor szokott lenni. Most megyek majd a Győri Playitre. Ott lehet velem találkozni. Március 23. Szia Lacek, hello, szia Norbi. Köszi Milko, írom a papírokat. Milyen papírokat? Ja, még el vagyok maradva neked egy ládával, Bika. Bakker. Szóval 15 óra körül felhez ez a napi RP-t, köszönöm, többen néznek a live-ot, mert sokan most nézik az előző napit. Ja igen, Gábor, gondolom, mert ugye nem mindenki tud itt lenni ugye a live-on. Úgyhogy vissza kell néznie, de ilyenkor már kezdődik a következő. Köszi, Dominik! Vegyél már GTR-t. Nem leszek autót! Köszi a donésed. Jó estét, sziasztok! Cső! Ma lesz a temetés Zsolt, igen. Szia, szia, dead. Még mindig nincs... ja, Bálint, ezt akartam mondani, jó, hogy mondod. Pénteken rakják össze a... rakják bele a videókártyát. Azt mondta a cég, hogy nem baj, hogy a kampány az márciusban kezdődik, nyugodtan rakjam bele a gépbe a cuccokat. Itt a videókártya, ugye? Itt van a kezemben, a 3080. Meg ez nagyon nehéz. Jaj, várjátok! Cyberik mondták, hogy ez jobb. Ez lesz a gépbe, még pluszba. RM1000X. Ezt fogják. Pénteken rakják bele a gépbe, úgyhogy örülök neki. Kis frissítés. Nem tudom, hogy mennyivel lesz jobb, de ja. Most a videókártya nem 37, hanem 3080 lesz. Bennet nem tudom ezt megígérni, hogy várható-e Timár Mihály RP. Jelenleg nem. Ha így marad ez a felállás, akkor jelenleg nem. Hali, sziasztok! Köszi Szabika, köszi. Köszönöm még egyszer a támogatásokat. Kösz. Jól mennek az edzések. Ma lábnap volt, holnap szünet, és akkor szerda csütörtök. Péntek, akkor megint edzés. 30-70, Ádika fogja megkapni. Ja, ki akartam sorsolni. Köszi Tamás a szubit! Te jó ég, hónap végén szubit oszt! Köszönöm Sanyi, köszönöm. Szabó Orsó nyert. Ezt is ki fogja írni? Igen. Ki írja ott fönt a bal felső sarokba Tamást? Na, ennek örülök. Cső Peti. Nem harcoltok egyet a zsoldosékkal? De, majd biztos. Ja, meg kéne nézni Zoli a PP-s autókat is. Az autókerben nagyon rég voltunk már. Tehát meglátjuk, hogy mi lesz, mert mondom, elsősorban temetésre megyünk, aztán kiderül. Snapchatem nincs. Gratulálunk, köszi a subit, kedves vagy. Orsója is. Egy követékkel sem. Igen, Gábor, igen. Igen. Cső Alex.
Ja, szóval Ádika fogja megkapni a videókártyámat, de kell neki egy nagyobb gépház. Cyberék intézik majd ezeket, mert ők értenek hozzá. Tök jó, hogy Bálinttal tudnak segíteni. Jobbulást, Lóránd! Köszi, köszi. Na, de örülök, hogy ez a cuccos kírja, hogy gifted. De mi az a 11? Azt nem nagyon vágom. 10 hónapja ingyen élő vagyok. Valaki tényleg minden hónapba kapsz giftet. Nagyon jól csináltok valamit. Zsoldosik elmentek, nem? Írt Joker, hogy ezen a héten jönnek vissza. Úgyhogy kíváncsi vagyok. Én eszek, miközben te lájvolsz. Jó, jó étvágyat. Börtöntetkót is kéne Bálint csináltatni. Igen, nagyon sok minden lesz. De ma mondom a temetés, vagyis a hamis személyvel kezdünk, és utána ugye a temetésre kell menni. Én most lennék 10 hónapja ingyen élő. Hát Norbi, ha osztanak, te biztos nyerni. De nem tudom a rendszer, tényleg ezt meg kéne fejteni. De szerintem jó lenne, ha bejönne a YouTube-nál az, hogy célzottan is lehessen osztani. Én 6 hónapja fizetem. Köszi, Fragyi. Kösz, kösz. Köszi, Dominik. Új HQ. Én ezt mutku mondtam a többieknek, azt mondták, hogy jelenleg még nem kell. Ja, Lacek, ja. Azért mondom, hogy a gépházat is szerintem megoldjuk valahogy, mondta a Bálint. Mert az Ádi gépébe nem fér be ekkora kártya, úgyhogy kell új gépház. Igen, valaki veszi. Köszi, srácok. Kösz, kösz, kösz. Igen, a pandemet át kéne festeni. Legalább egy új autószín kellene. Igen, az is jó ötlet, hogy az autót át kell festeni. Sokan azt mondják, nem jók az RP, de szerintem jó, mert engem felvidít. Örülök, Patrik. Hát azoknak készülnek a live-ok meg a videók, aki élvezi. Most aki nem kedvel, vagy nem tetszik, hát mást kell nézni, és akkor nincs ezzel semmi probléma. Cső! Sziasztok! Jó estét! Mennyivel nyomsz fekve? Hát padon még nem nyomok, ilyen géppel nyomok még, nem tudom, meg fogom nézni majd, de mindig a maxi, amennyit tudok. A célzott giftosztás egy darabig bajos lenne itt, ahol a közösség hozzászokott, ott már jó, de ahol nem, ott kérekedésből állnak ki mindent. Igen, ez igaz, Laci. Köszi Attila az öt román lejt! Nagyon kedves vagy, ezt is szívezem. Lassan szerintem majd a nézők is, mert Zsozénél láttam, hogy a nézők is tudják szívezni a donation-öket. Cső Márk. Ja, valaki nézni szereti, valaki játszani is, valaki mindkettő. Ja, tényleg akkor sokan kérnének subgiftet, ja. Így jó, hogy véletlenszerű, tényleg. Mennyivel? Nem tudok ilyen, nem szoktam, hogy mondom, annyit nyomok, beállítja ugye a Feri, az edzőm, hogy mit, hogy kell, aztán pakolgatom a súlyokat, ameddig bírom. Hello Gergő, sziasztok! Én nem tudom szívezni. Tudom, nálam még nem elérhető, de mondom, épp Zsozéni láttam, hogy lehet. Én tudom szívezni, de majd eljön az időm, amikor ti is tudjátok szívezni. Szerintem még kb. Mennyi rész lesz Diego életéből? Lionel, nem tudom. Sose tudjuk előre, hogy fog alakulni a dolog. Mindig úsz, hát 4 éve nyomjuk az RP streameket, mindig volt valahogy. Mindig volt. Nem tudom, hogy mennyi van még ebbe, de amíg itt vagytok és nézitek, addig szerintem tök jól el vagyunk. Hello Ferenc, jó van, jó van. 108, Márk. Megyek fürdeni. Jó fürdés, Fábián. Jó fürdést kívánok. 45 van, még nem Balázs, neked fiat az órád. Szia Ervin, cső. Cső. Köszi Tamás még egyszer a subit. Köszönöm szépen mindenkinek a támogatást. Temetésre megyünk máma, ráadásul saját temetésünkre. De előtte kell a havi személyi. Az biztos. Jó étvágyat. Na, hadd szóljon! Most már tényleg átváltott az óra. Szóval így vagyunk. Fájvem. Jó. Megnézted a Norinás balhét kiégté? Én is megnéztem. És én is kiégtem, úgyhogy ez közös. Megyek már! Ja, a hangot leveszem. Bocs már. Kérlek, ne szidd le, nem adsz modit, nem muszáj. Nem szidlak le ez is, anyikám. Nincs moderátor osztás. Discordon lehet jelentkezni, amikor kiírjuk. Köszönöm, Lőrincs József Tamási. Na, mehetünk fel. 88-an vannak fönt, hasítsunk. Hasítsunk.
Kiszabadultál a börtönből? Hogyan mész a saját temetésedre? Andris, a tegnapi streamben minden benne van, de röviden eljátszottuk a halálomat. Vagyis hát nem, tényleg megöltek, aztán a mentősök segítettek egy kicsit. Cső Joker, láttam, láttam ma, hogy gyúrtál. Ja, igen, Ferenc. Fanod vagyok, ezért suliba megvertek. Hát ha ezért megvertek, Alex, nagyon sajnálom. Akkor inkább ne legyél a fanom. Az, hogy ez elég durva, ha igaz. Jézuska. Az egyik haverom azért nem néz már téged, mert már nem a vélesen játszol. Meg nem vagy megváltós. Jézus, ez egyre jobb! Hallod? Csüjem Games. Jé! De komolyan valaki ezért megsértődik. Nagyon durva. Jó, ez remélem a gyerekekre jellemzőbb inkább. Az új nevem mi lett? William Nascobar. William Nascobar. A napit ki kell nyitni. Na, most viszont kell, rég volt nálunk fegyver. Rég volt nálunk fegyver. Az én haverom meg azért, mert nem PUBG-zel. Na, visszatér a PUBG! Csak ez, mondd meg a haverodnak, jó? Hogy ülj le a gép elé. Na, eszünk, iszunk, aztán kell fegyver, meg minden. Megyünk a temetésre, chat. Új ruha kell. Ne, a karakterünk az jó sikerült szerintem. Éjszaka ezen gondolkoztam, hogy vagy kire hasonlít, de nem tudom amúgy. Valakire nagyon hasonlít a karakterünk. De fogalmam sincs pedig, tényleg. Na, eszünk, iszunk, és akkor felfegyőrkezünk, azt megyünk. Szerintem már kiöltöztek a temetésre. Hello! Mizu Széna! Végre megyek a tárolóba, azt veszek ki magamnak fegyvert, meg átöltözök. Mit szólsz hozzá? Nincs hang! Ja, chat, nincs hang. Várjatok már. Nincs hang. Bocsánat. Bocsánat. Na. Most van hang. Nincs oda? Mi ez a haj? Nem tetszik a hajam! Szerintem tök hát, király. Tök király, persze. Fantasztikus. Jó, na mindjárt jövök, jó? Most akartam kérdezni. Hogy? Hogy van, hogy még maradt késem, hogy kell egy. Nem, van nálam, köszönöm szépen, nem kell. Akkor jó. Akkor köszi, mindjárt jövök. Ja, hogy igen, megnézheted, mert telibak voltam fegyverrel. Azt mondták a fiúk, hogy a csigér az jobb, én meg mondtam, Nazdan jobb, és én rád szavaztam, sokan nem szerettek, és születben megcsapkodtak, de nem baj, megérte, mert legjobb vagy. De csinált ilyen mondjat, hogy nem létezik azért. Én nem tudom, ha ilyen van, akkor én nem tudom. Akkor én befejeztem. Megyek, mert semmit megyek. Nem, ez nagyon durva. Ilyen. Kegyörgöm, de. Valakit kézzétek ki, azért megcsapkodják a suliba, mert azt mondja rám, hogy jobb van az, de mint a csigér Alex. Ti ilyen nem vissza be. Cső. És ha van ilyen, akkor az elég szomorú. De akkor inkább ne azt mondta, hogy ne, ne csapkodjanak meg miattam, érted? Jézuska. Na. Szóval, viszok egy 150 lőszert. Oké. Okay. Az, hogy ki a jobb, ez meg mindenkinek más, értitek? Jaj. Jézus! Jó van már! Bocsánat, csak kip rég lőttem fegyverrel, most már muszáj volt. Jézusom, nem biztos, hogy adnék a kezembe. Várjál, mert le kell pakolnom pár cuccot. Nálunk is legyen? Hát figyelj, nem tudom, hogy mi van, át kell beszélnünk, hogy most mi van itt kint, mert kell menni lassan a hamis személyé, viszont nem tudom, hogy arab mikor szándékozik jönni. Vannak itt a szövetségesek? Van egy pár. Jó, oké. Okay. Átöltözök és akkor megyek, jó? Yes. Ja, meg leteszem ezeket a sok cuccokat. Átöltözök és akkor... Hát furcsa kint lenni a börtönből. Furcsa. Leteszem a cuccokat. Jó. Ha elfér, telefonrádió van nálunk, jó? Hát ezeket leteszem most. Vagy egy bökő legyen nálunk. Legyen. Pálinkoseke, cigiseke, autóseke, eseke. Jaj, mama! Menjek vissza?
Medkit kell, üzemanyagkártya kell, forralbort nem kell. Szivar nem kell, gyújtó nem kell, kaja az kell, kokain kell. Ital kell. Jó, szerintem meg vagyunk. Na, jött egy SMS. Szép napot a hamis személyek elkészülnek, amilyen készek át, hogy elmenjünk magunkért és elvisszük az átvételi pontra. Szép napot. Rendben van. Írok hamarosan. Jó, elkészültek a hamis személyik, jó. A, meg az autót át kellene festeni. Mert ez így nem lesz jó. Na, menjünk a hamis személyi után meg temetésre. Koko? Hello! Hello. Te meg ki vagy? Máté. Mi a Máté? Már olyan rég találkoztunk, hogy meg frissmerlek. Na, piszolyom kökettük. Igen, igen. Ja? Na, itt van. Kombatot vigyek? Szevasztok! Mi van, D? Ja, csak még hozzá kell szokni. Ja, hozzá kell szokni, hogy itt vagyok. Na, inkább kombatot hozok, mert MK2-es tettem ki. Köszi chat, kösz. Na, fegyvertároló. Ezek kiröhögnek. Ciao, sziasztok. Itt van Bika is. Szuper, kell hangtompító. De tenni a 10k piszkos pénz, az kell a hamis személy miatt, nem? Tényleg? Reáltemetés lesz, vagy fake? Cannabis, hát a mi temetésünk lesz, de hát ugye, ja, fake temetés volt. Tényleg. Jóság miatt. Szevasz, Bika! Boldog születésnapot, lemaradtam róla. Ó, bizony. Micsoda, te itt vagy. Micsoda. Hát, gamblingezünk. Na, egy pisztolyt nyissunk már. Értem, vagy vélesen. Hát ma mióta nem, a saját szervert nyitottunk. Na, Uno! Az még kell nekünk. Mit röhögtek? Semmi, csak beszélgetünk. Jó, figyeljetek, a hamis személy miatt nem sokára jönnek, értem meg, Arabi. Arabi, itt van már? Köszi, Dreamzone, a 7 hónapot. Nem találkoztam már. Jó, rendben, mindjárt kimegyek, azt intézzük. Hallod, ma még a névnapot is van, mit szólsz hozzá? Boldog névnapot kívánok, Bika. Tudod, mit kapsz ajándékba? Fityiszt. Nem semmit. Fityiszt. Szegény. Szegény, Bika. Kéne ládát adni neki ajándékba, nem? Nincs pépénk. Jó, de egy fixkártyát még veszünk azért. Mindig Unót nyitok. Na, mi legyen? Ne ez. Ó, ez a karakterhez, ez nagyon jó. Ez a hamis személyi átvevő ruházatunk. Ez a hamis személyi átvevő ruházatunk. Szerintem jó amúgy. Chat így ruhával, nézzük meg szemeg nélkül. Hát szerintem nagyon vad. Mi újság? Miért? Nálad ez fekete? Miért feketét kell fővenni? Minek? Há igen, hát fekete. Hát igen. Temetésre vagyunk. Milyen temetésre? Hát temetésre. Kinek ott lesz a temetés, és mi menjek-e? Úristen! Hát feketébe kell lenni. Jó, akkor húzok feketét. Jó, elnézést. Mindent elintéztünk. Azt hittem szívvak vagy. Akkor... De menni kell a hamis személyi, azért vál. A fekete is jó oda. Nekem meg kell, megvan egyáltalán nekem a izé ruhám. Meg nekem lehet nincs... Mindent elintéztük, máma, akkor D-vel azt beszéltük, hogy elviszünk téged ilyen pacek fodrászhoz. Az nagyon jó lesz. Úgy igen, mert ilyen normális fodrászhoz. Ilyen rólmentés, hogy az alja 2.0. Mert hát ilyen lecsúszott alkoholista formád van most jelenleg, aztán... Hát figyelj, egy kicsit a börtönbe az a helyzet, hogy ez jó lesz temetésre, nem? Ahogy, akkor maradja a fehér. Hát akkor inkább a fehér maradj. Inkább a fehér, de várjál már, az már gáz. Hát nem biztosan, majd befessük. Majd csinálom, elviszünk robotba is. Ez nem jó? Ki ez? Szevasz, öcs! Ez te vagy? Igen. Úristen. Figyeljetek át, szerintem akkor maradj, akkor fehér, várjál, igen. Fehér, és majd és átmegyünk. Ja. Átmegyünk. Hova? Szomszédhoz? Nem, elmegyünk a ruhabótba. Majd elviszünk. Ki ez? Mi hívtál? Látom, még a börtön ruhád is megvan. Meg, persze, hogy meg. Figyelj már, de föl. Mizu Bika. Mi a izéd? Mondj már nekem egy kedvenc számot, tudok neked ajánlani. 122.
De ezt öltönybe kell menni temetésre. Vár, gyere arrébb egy kicsit, mert jó, nincs is már ilyen tél. Akarnak fodrászhoz vinni, de szerintem ez tök jó. Na, már itt a sétastílus is kell állítani. Azért, hogy látlak. Igen? Adok neked egy ilyet. Ó, oh, köszönöm szépen. Egészség. Nagyon jó vagy. Be is nyomom a kokaint, mert most ezt a jointot majd máskor szívom el, jó? Kem majd, ez Diego, szerintem. Örülök, hogy itt vagy. Ja, jól nézel ki. Maradjál mindig ilyen sokár gyerek. Jó, köszönöm szépen, oké, oké. Mit szólsz amúgy én hozzám, hát? Barna haj, meg izé, ilyenek. Tetoválások, minden, csak most hát nem. Hát mit vársz? Hát mondjam azt, hogy szép gyerek vagy, vagy mi? De te elvárod, igaz? Hát én el, persze, hát a pacek, pacekot hozni kell, érted? Jó. Itt van az arab, kicsit be kokózva. Itt, egy csávó a pacek. Jó. Igen. Jó, ezt át fogjuk akkor színezni, ezt a ruhát. Mika, az ajándékodat majd adom, jó? Jó. Még olyan, mit izész, te is kaptál szülnapodra? Mi? Nem szólhatok meg? Hehehe. Adod Diego. Mizu. Mikor tudsz pénzt adni? Asszi. Kettőszer. Szerintem jobb, hogyha elfúszol. Azt is értem. Földe már pénzt kérdezik. Örülök, hogy kijöttem. Hőni. 200 coinom van. És még 5000 csekket be kell fizetnem, mert most jöttem ki a rendőrségre. Hát majd mit csinált a rendőrségen? Ja, üldöztek, azt elkaptak. Kik a zsaruk? Aha. És mit mondtak? Vagy mondtak valamit? Halló? Ja, nem. Nem mondjuk. Gyere már velemet. Megszállták a fegyveremet, azt közé. Mi a rádiónk, Széna? Bár is mondtam ahol neked. A közöset mond. Ja, közöset. Arra föl kéne menni. Ja, meg kéne kérdezni Marabot, hogy hol van. Nem, már nem Diego nevünk, ja. Tényleg. 241.41. Be. Hellóka! Szasz! Hello! Csuma! Bömes, itt veső! Itt vannak a többiek is. Sziasztok! Ja, és Mátó, nem vagyok Diego, jó? Mi van? Mi lesz el? Nekem? Királyi srácok, légy szíves. Csá, arra! A színeset, gyere ide, szélre! Jaj, nagy vagy! Itt vagyok, persze, bizony! És figyeltem! Mennyit mondtál? Tudom, át kell színeznem ezt a ruhát, mert nincs fekete ruhám. 241. Van még egy hely, meg kettes évek, ha jól tudom. De hallod? Arab, írtak a hamis személy miatt is, hogy kész van. Jó. Szuper, hát akkor gyorsan. Hova menjünk? Mert 8 órakor temetés lesz, és képzelően sárkunk a szóra temetni. De hova? Jó, nagyon jó. Nyilvános temetés? Igen, 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 nyilvános. Jó, nyilvános temetés, 8 órakor lesz. Jó, akkor intézzük a hamis személyt először. Jó. Hova jöjjön értünk a csávó? Nem akarom, hogy ide jöjjön. Jönnek értünk autóval. Hát akkor üljünk autóba, azt menjünk lent. El akartalak pedig vinni főni, meg akartam neked mutatni, hogy min van. Hallod, a piszkos pénz nálad van, arab? Őszinte leszek, nincs. Akkor hozok akkor. Jó, Mika, megnézem majd. Nem kell, kifizet. Hát megvan. Hát de akkor még kellett rá nálunk tartani 10 000-et? Hát, mert mindegy. Vagyunk rajta, hogyha most a fejedben megnézed ott a izét, a nevedet, tudod? Igen. Ahhoz kellett volna a 10 000. Ja, ma ott van! Nem úgy lett megoldva. Csett, ma ott van, jobb fősi sarokba. Jó, nagyon jó. Oké, okay, akkor hova intézze? Vagy fölhívom, hogy hova menjünk? Hát hív fel, mondd, hogy hova menjünk, kérdezz rá, jajja. Csett, már átneveztek, már intézték, csak le kell erpézni. Mi még az autót is át kell festeni? Azt is át kell festeni, persze, mindenféleképpen. Most azt csinálják a srácok, béreltünk rengeteg gamercit. Jó. És azokkal fogom menni, és most ezek a fekete az összes. Zolá, nincs ma a hícé, azt mondja. Szia, Oreo. Na, hello. Szép napot. Na, figyelj, akkor indulnánk. Hova menjünk? Vagy felvesztek ti minket? Így van, mi fogjuk leszállítani. Jó, rendben van. 10-es átvételi díj megvan. Micsoda? Az átvételi díj, ami tegnap maguknál maradt. Meg. A biztosíték arra, hogy kapjanak valamit. Igen. Egy harmad ez. Így van. Az is kell. Így van. Az csak egy biztosíték volt, hogy ne ugye elvegy ötös pénzt, és aztán nem kapjanak semmit. Jó, rendben. Kiügyenek majd egy koordinációt, tehát majd... Ah, jöjjenek a kupolához, találkozzunk ott. Kupolánál rendben. Aha, jó,
Köszönöm, viszhall. Szép napot. Hallod, arab? Hol az arab? Ott áll a kapu, azt hiszem. Ja igen, ott van. Van egy kis baj. Igen. Van még 20 000 piszkos pénzünk bent a tárolóban? Hozok ki. Mert kell. Azt mondja a csávó, hogy kell. Most hívott, hogy kell. Jó, hozz, addig én megnézek. Szerdán vagyok? Vagyok. Szerdán? Igen, hónap nem vagyok. Jaj. Na várjatok, meg kell mégis a 20 000. Nem arab. Jaj, ezt nekem is meg kell szoknom. Bakker. Tényleg arabot hogy szólítsuk? Már itten... 10 000, nincs több piszkosunk. Jééééé! Jó, hát arab majd megoldja magának. Hát már hova tűnt neki? Agyar. Mi lesz a neved? Nekem már William Nascobar, de kéne valami becenév. Még nem Mangó. Most arab mit csinál már? Istenem. De kopírozz börtönnév volt, az nem jó. Na, itt van, hozom az arabét is. Nascó. Nascó! Na, arab. Vagy? Ja, most már nem arabnak szólítsalak, ahogy szólítsunk. Azt mondtad. Így? Kitalálom. Jó, figyelj, kupolánál vesznek fő minket, akkor srácok addig az autómat oda tudjátok, át tudjátok festeni? Gyere, van itt, gyere, hát hoznak autót. De tudom, de addig a pandememet elvinnék a srácok átfesteni. De nem kell, nem, gyere nézd, gyere. Akkor mindjárt jövünk, jó? Mert a hamis szemét el kell intézni. Nézd, ott vannak szemben a mercik, azok a fogom meg. Nagyon jó, hát jó, most de most először elviszünk egyet? De ott kell hagynunk az autót majd. Valaki vigyen el minket, nem? Manu, gyere, létszik. Ja, Manu, gyere. Ez Kobi! Ja, valaki vigyen, mert ott onnan tovább visznek minket. Hello, jó, sziasztok, jó, szép jó, estét, okay. Cső. Ezek kemenjünk a temetésre, ez kemény. Na, 8-kor lesz a temetés, addig ezt elintézzük. Nem is jó. El kéne minket vinni kupolához, aztán visszahozni az autót. Jaj, de még ide... Ja, majd vezetek, én majd visszahozod. Jaj, jó, köszönöm. Nem tudom mikor, majd gyere fel, Szabolcs, aztán megbeszéljük. Új telefonszám? Nem tudom, hogy legyen-e. Hallod ő? Igen, igen. Most piszok. Most mehet az arab. Piszok, az nem jó? Piszok. Vagy valami kitalál ki. Találj ki te inkább, mert ez nem lesz jó, ha én találom ki. Hallod, a telefonszámot is kéne változtatni, nem? Ezt változtatunk, aha. Kéne, ja, kéne. Jó. Azt ki tudja intézni. Cső, Raven! Hát ez a megjelkódós. Jogos a telefonszám. Majd utána járnak, hogy ezt ki tudjon intézni. Jogos a telefonszám. Lehet, hogy hallod, lehet, hogy ugyanezek meg tudják csinálni ezt is, nem? Le kell kérdezni a csajt, ja. Telefonszámot is. Ja, őt meg kell kérdezni. Én nem tudom, mi legyek. Skobi! Na, Skobi! Rendben, olá. Elkapunk. Ez meg kicsoda, fenyegessük meg. Visszaviszed, Léci? Aha, de ti hogy jöttek vissza? Majd visszahoznak. Kezeket fel! Húzzol el innen! Ja, ki ez az autó? Hallod, ez milyen kis tragacs. Benne valami. Nincs. Csomagtartóba sincs semmi. Hú, leesett az FPS-em. Kacsik autója! Lehet. A Willi az jó becené. Nem mondták, hogy jönnek? Nem, azt mondtam, hogy jöjjenek ide, mert mi is érkezünk aztán. Ja. De a telefonszámot jó lenne megváltoztatnák azt is, mert... Na, ismernének minket.
Hallod, de mi van akkor, ha kikerül ez az információ gyorsan? Mert a csapat tudja, hogy nem haltunk meg, érted? Hát ez egy nagyon jó kérdés, de hát most csapatban én nem bízok, érted, most csak nem fognak elmondani minket. Jó, igaz. Jó, nem tudom, ki ez az autó, de kivéve a kerekét. A izére kell vigyázni, hogy az olá gyereke, tudod? Ezt meg kell rendeznünk, amit ja, hallod, kerekét. Ennek mi? Acélból vannak a kerekei, nem durran ki. Chat, ez mi? Jó napot! Szép napot! Mehetünk! Szép napot! Bízunk, megbízik eléggé magukban. Úgyhogy választásunk van, szeretném nekem megkötözést is rákot vagy sem. Ő nem, köszönjük. Nem szükséges. Megbízhatóak vagyunk. A tegnapi után szerintem bizonyítottunk. Rendben. Beszállunk akkor hátra. Ilyenek, bekírom hát. Jó, az autónkat hagyjuk itt? Hagyjuk itt az autónkat? Igen, igen. Nem lopják el? Amennyiben ellopják, biztosítunk. Úgyhogy ne tudom. Jó, mert ez egy szeretett autóm. Akkor majd kifogunk, kibiszt. Csak a forralási tiadalmas. Pénzt azt maguknak kell majd adni, vagy a hölgynek? A kisasszonynak. Jó, rendben. Ez durva. Na, a telefonszám, ami jó telefon, egyedi telefonszám kéne, chat. Mint Jézusnak volt, valami egyedi. Vagy mint Bobinak. Mi legyen? 55 0411, nem tudom. Elindultunk, ez sokkal. 1111111. Ja, megnézzük, mert tudom, hogy van ilyen egyedi telefonszám. Majd megnézzük, jó? 100-an vagyunk fent a szerveren, szuper. Sajátod. Nem baj, hogy hívogatnának napközben. Jaj! Ne jövős, már nem összeöltöttem. Ja, bocs. Sokat, a kábítószer hatása alatt vagyok, aztán ugrálok. És akkor nem is hoztál semmit. De, itt van a zsebembe. Kérsz? Végre tudok kábítózni. Hát szám, hogy jó lenne. Tegnap komoly bulit csaptunk, kicsit van a párról, de... Mi jó volt. Tessék, szívj fel egy streetet. Úgy is tudom, köszi szépen. Márté, tudom, hogy hívogatnád. Te lenni az első. Ja, amúgy a számlálót azért tettem ide fő, hogy aki nem nézi a chatet, lehet, ha érdekli, mennyien nézik a streamet. Igen, András, ja. Hány éves vagy? 28 leszek áprilisban. Nem tudom, mi legyen a becenevem. Fogalmam sincs. Ami jót kéne. Hova megyünk? 8-kor lesz a temetés, chat. A saját temetésünk 8-kor lesz. Kaszkó! A kaszkó! Ja. Naszkó. Salvatore? Ez se rossz. Nem tudom még mi legyen, de ne Diego-nak. Az a baj, hogy meg kell szoknia. Hector! Kobra? A kobra mondjuk nem rossz. A kobra az jó. A kobra az ilyen vagány, nem? Igen, csöker. Kobra azt tetszik. Kovászos! Darás! Darás is jó! Ja, nagyon megszokták, tényleg. Megérkeztünk. Korán fantázia. Harcsa! Harcsa! Köszi Attila, 10 román lejt. Jó a kobra szerintem. Tényleg az elég zoral, nem? Köszi Attila. A napit kinyitottam már, igen.
Hú, már ott várnak. Nasi. Na jó van, azért mert kövér vagyok. Itt vannak, szuper. Mehetünk? Igen, neki rendszerű az magukért. Eltűzsítek magukat. Ahol az baj. Na most kirak magukat. Hudót nyitottam. Tegyük be a csomagtartóba. Rakom a csomagtartóba. Egyen Szubi a becenevem. Szubi. Jó napot. Üdvözlöm az urgot. Tiszteltem. De tudok is érnünk a hűzőrget, ő szeretnénk átutózni magukat, illetve hogyha van bármi fegyver, szúrovágó eszköz maguknál, vagy tegyék le itt az autóba, vagy el fogom venni, és rendben. A tegyeres visszaadom. Akkor leteszem az autóba ide hátra. Rendben. Majd utána kiveszem. Telefont, rádiót, nagyon bőtölt a sok hátrét. Beszorult a zsebem! Vagy nem mozdulok! Fegyver valami. Fegyver, hogy az arabé? Most csomagtartóba raktam. Próbálj meg úgy belenézni a csomagtartóba, hogy megint nem. De nem jó. Próbálj meg fel a kezét. Ó, így már jó. Köszönöm. Igen. Fizioterapeuta is vagyok. Nagyon jó. Félállásban. Nagyon jó. Kábítószer maradhat? Ez maradhat. Jó. Végig tapogattam azért az urat, hogy nézzem meg a zsebeit. Ott szépen lentről felfelé végig tapogattam a lábát, hogy nézzem a zsebeit az úrnak. Szia Paulo, meg tudod nézni a csatornán, van olyan, hogy rámész a csatornámra élő, és ott időrendben vannak a live-ok. De nagyon hosszú, nem tudom, hol tudsz bekapcsolódni amúgy, mert... Jó, tiszta. Jönben. Tiszták az urak. Nem fáradjanak utána. Hamis személy cset, hú de jó. Nagyon jó, végre. Szia arabika! Nem arab! Hát már így köszöntök cseten ti is, hogy arab, hát most beszéltük meg. Alexis, ez nem női név? Nem tudom, nem vágom. Csősi Majani. Új HQ, de kéne az is. Tiszteletem, szép napot. Szép napot. Hol vannak az urak? Jól, jól, itt olyan hírt kaptunk, hogy... Minden rendben. Persze, örülünk neki, hogy kint vagyunk végre, és jó hírt kaptunk, hogy kész van a cucc, amit megbeszéltünk. Igen, biztosan. De ezt mondták itt a SMS-ben, akik hoztak minket. Mindjárt megnézzük itt a papírt. Mi is volt az uraknak a két nevük? William Nascobar. Nekem meg Karim El Ahmed. Nézem. Ugyanolyan arab nevet választott ez az állat. Hát elvileg az éjszaka készen lett, igen. Hú, de szuper. Egy pillanat, megnézem a kis táskába, hajszik, ha nem. Abba a kis táskában mindenben miért? Tudják, ez ilyen titkos női táska. Mhm, mhm, az durva, tényleg. Megnézzük jósan akkor. Titkos női táska. Nagyon szépen költöztek az urak. Igen, 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 hivatalosak vagyunk egy temetésre, igen. Temetésre? Ja, Istenem, hát részvétel. Köszönjük szépen, magunkat temetjük. Ó, értem. Nézze meg az úr. Szerintem ez az öné lesz. A pénzt azt adjam? Mert itt van nálam a 20 000, amit beszéltünk. Esőnek nézzük meg a papírokat, hogy minden rendben van, jó? Szerintem az úrnak meg a... William Nascobar, születés 80-04-11-108. Nagyon jó chat, megvan! Megvan. Ja, nézzük meg, hogy minden adat stimmel-e. Köszönjük, minden oké. Okay. Aha. Jó, ez nagyszerű munka. Hát erre nem tudnám megmondani, hogy hamis. Hát nagyon remélem, mert egész éjszaka dolgoztak rajta a fiúk. Nagyon. Illetve hát én is az ugyan voltam, hogy minden hamarabb készen legyenek az uraknak. Valami fizomelést, akkor dobjon nekik.
Ja. Sok a rendelésünk, bár ezért hát ő szerintem a városban. Lenne egy kérdésünk. Igen. Az úr fogja megkérdezni. Igen. Kellene más is? Igen. Ugye a fegyverengedélyt is beszéltük, az is kelleni fog majd, viszont van még egy fontosabb dolog, a telefonszám. Egy új telefonszámot igényelni kell, szeretnénk. Tudnak ebben segíteni, az a megkérdés? Mindenbe tudunk segíteni, viszont ez nem egy éjszaka dolog lesz, sem a fegyverengedélyt nem tudjuk egy éjszak alatt előállítani. Egyelőre csak a személy is került. Jó, jó. Úgyhogy ez több nap kellene viszont. Tényleg nagyon sok a rendelésünk. Jó, rendben. Akkor fizetném is a piszkos pénzt. Szóval akkor tényleg megfeleltek a papírok. Teljes mértékben. Így legalább tényleg nem tudják, hogy életben vagyunk. A telefonszámot meg kell változtatni. A telefonszámot. Érted, hát akkor... igen, nem kéne fővenni hát a telefont. Egy... Ja. Pár napig akkor. Patika. Pár napig nem szabad telefonozni. Oké, okay, köszönjük. Jó, köszönjük szépen. Akkor majd a kapcsolattartónak szólnak, ha megvannak. Rendben, ugyanúgy megtalálunk, és akkor szerintem itt maradhatunk, ugyanígy, ezen a helyen. Vagy ha tudnak az urak ugyanúgy valami jó helyet, akkor megyünk oda. Nem, ez tökéletes. Még a kérdés, mennyi pénzbe fog nekünk ez fájni? Hát igen, tényleg, mennyi az? A fegyverengedély, illetve a telefonszám. Hú, most erre árat nem tudok, de mindenképpen értesítem önöket. A kontakton keresztül, ahogy megfelel maguknak. Jó. Jó, rendben van. De addig nem használjuk a készülékeinket, ez a biztos. Jó. Pár napot kérek, és akkor küldjük az információt. És akkor az urakkal találkozunk, nem tudom, pár nap múlva. Jó. És ha megint sikerült, akkor... Jó, rendben van. A fegyverengedély az milyen fegyverekre vonatkozik amúgy? Azt tudom, hogy milyen fegyvereket használnának az urak. Hát kombatot. Így van. Megyen elő létszé papírt, tallamat szerezett. Megnézik. Persze. És akkor jegyzeted, amit az urak mondanak itt a... Privát módba rakom, vagy repülőbe rakom, nem lejegyzeteljük. És akkor az alapján fogunk dolgozni. De akkor viszont a régi kontaktokkal én nem tudom. És akkor ez is kettő? Így van, két fegyverengedély és két telefonszám cserekén. Két telefonszám. Azt is írd oda mellé, légy szíves. Az uraknak a nevét ugye tudjuk, az is le van írva a papírra. Nyilván való adatot nem fogunk kiszivárogtatni, senkinek sem. Kompasz kell senkinek, jó. Mert hát ugye maguknak sem lenne jó, meg nekem sem. Vagy hát persze. Sem. Viszont hát, hogyha pénzből élünk, igen? Valaki szeretne hasonló dolgokkal élni szolgáltatással, akkor ezt reklámozzuk, vagy ne nagyon? Hát elsőnek csak szűk. Körökben szerintem. Minél jó. Több ember tudja, annál jobban fog terjengeni a városban. És hát azért nem szeretnénk, hogyha valaki jártatná a szájacskáját. Ja, ez így. Sajnos azt nem a mi személyével fogjuk illetni, hanem egy golyóval fejbe. Igen, egyértelmű. Ja, hát én nem kell, vagy oda a kombatot használok jó. Általában. Akkor mindent lejegyzetted, igaz? Igen. Minden adat megvan, rendben. Hát akkor pár napot szeretnénk kérni, és akkor tájékoztatjuk az urakat. Jó, ez nagyszerű hír. Köszönjük szépen a munkájukat és az üzletet. És minden jó. Köszönjük. És akkor ha volt bármi fegyver, akkor azt visszakapják az uraktól. Jó, letettük az autóba. Köszönjük. Rendben. Köszönjük. Minden jót. Viszlát. Nagyon jó. Az urak távoznak. Nagyon jó. De mi ez a séta? Ugye, csak bevártanak valamit, de hagyjak a menet szép főkap, hogy valami tudok. Ja. Hallod? Igen. Ez? Ez? Igen. Ne inkább szóval... nem is mondok neked semmit. Mondjad. Majd. Jó. Minden rendben, uraim, köszönjük szépen. Köszönjük a munkájukat, majd találkozunk. Szép estét. Arról neked nem volt lőszered? A lőszert nem raktam le, hozzá nem tudom lőni. Nem, mondjuk igazad. Mi az a Robi? Azt hittem, hogy ők rakták be az autóba. Jó, a kupolához megint. Igen. Köszönjük szépen. Repülőmód, tényleg. Jó, de kiírt SMS. Valakit, aki ráír, megkérhetek, hogy eljön értünk a kupolához. Ja, ne írjunk vissza neki. Nehogy vissza, hát akkor le is leplezem magam rögtön. Kettem.
Na, repülőbe okay, voltam, jó. Mi ez a menés, nem jó? Nehogy így visszaérjek SMS-be bárkinek is, mert az gázos. Nehogy, meg menés, meg gyilkos, senkinek semmit. Én is átrak meg egyébként a telefonomat repülőzni. Kijutott már? Lehet nem is kéne, hogy már feladtunk többen eddig, ne? Hát figyelj, repülőmódban nálam van azért, hogy lássuk a Twittert, meg ilyeneket, értesüljünk a város dolgairól. Mondjuk az igen, ez van. Valahogy nekünk is el kell érni magukat. Ja, igen, igen. Ja, SMS-ben elérnek minket. De kell, nekik kell. Most meg akkor átöltözünk, át kéne festeni az autót. Ja nem, hát azok az autókkal megyünk. És akkor megyünk a temetésre. Nyilvános temetés, úgyhogy nem tudom, hogy ki lesz ott, meg ki nem. WhatsApp, új üzenet érkezett. Mi van? Van WhatsApp is. Most ezt nem vágom. Most ezt nem nagyon értem. Hello? Oké, okay, mindegy. De hát repülőmódban internet sincs, tehát a Twitter is látjuk meg ezeket. Na tényleg, ez mondjuk ki, jogos. Más színletek akkor csik, igen. Fekete ruha is kell, utána megyünk átöltözni és megyünk a temetésre. De felismerik a ruhát. Hát ha fekete lesz, akkor nem ismerhetik fel a ruhát. Teljesen tényleg más a személyünk, a rendőrök se tudják. És megint a WhatsAppot, látjátok? Az autókat, mit tudom én, az mindegy, hogy tudják a rendszámot, az a lényeg, hogy a Diego nincs már. Úgyhogy ez a legfontosabb. SMS-tartól függetlenül láthatod? Repülőmódban? Nem kapom meg, nem, nincs szolgáltatás repülőmódban, kavaszokon. Mikor lesz a temetés? 8 órakor. Ja, valaki megörökölte. Az igen. Hát az autórendszám a Diaz néven van. Hát de nem baj, épp ezt mondom, hogy nem baj. Hát én használom Diaznak az autóit. Ennyi. Hát nem tudnak beazonosítani, hogy én vagyok az. Töltsöm le a WhatsAppot? Jó, mindjárt letöltöm. Napit már kinyitottam, Kristóf. Viszont tényleg így a régi kapcsolatokat nem tudom, hogy hogy fogom újjáépíteni. Mert így ne, én így nem vezetem, vagy a SIM kártyát örökölt. Nem, hát új számom lesz az utaság. Majd loptam ezeket az autókat, ja. UNO kártya jött. Te hallod, de kopi? Mondjad. Neked ez vissza, ez én nevetődni kopi. Mi? De az a baj, hogyha kiszabadulnak a rabok a börtönből, érted? Akkor az gázos, mert a... Ja, de nem, ott meghalt mindenki. Nem mindenki, egy kettő túlélte szerintem. Bakker, azért nem lenne jó a dekopír, érted? Hát akkor nekem is kell mondani. Nekem is kell valami új név, ezen gondolkozzunk már. Én is ezen vagyok, most azért jutott eszembe, hogy most akkor de neked meg dekopír marad, érted? Nem, mást akarok. Kobra. Én meg a Kai leszek és Kobra Kai. Kobra Kai! Tényleg! Jó, Kai, te vagy a Kai. Látjuk a buhari. Így van, itt az autónk is. A piros, de hát itt hagyjuk. Vissza, itt hagyjuk hátra, ja. Akinek. Az egy fostalicska. Köszönjük uraim! Köszönjük! Vigyázzatok magukra! További szép napot! Nem, a Kobra az jó, Kobra Kai. Szevasztok! Itt Kobra, itt Kobra. Csuda. Kobra vagyok, hello. Kaj. Szevasz, Kobrasz. Kobrasz. Te ki vagy? Kobra, ő meg Kaj. Kobrasz, mi az? Szóval Arab és Diego már el van felejtve. Igen, Kobra Kaj vagyunk. És fogunk nyitni. Dojo-t fogunk nyitni. Ja, várjátok, a ruhabódba menjünk már el, mert át kell festenem, öltöznöm. Hát kell festenem. A ruhát le kell fújni festékszóróval. Hova menjünk? Hát valamelyik ruhabódba, mindegy. Akkor jeljetek már egyet. Halljátok, ti használtok WhatsAppot amúgy? Érdemes letölteni, vagy nem? Én
igen, amúgy nem olyan rossz, de sok értelmét nem körüzenetekre jól mondja. Ja, jó, jó, jó. Odaadtam a pénzt a csajnak, ja. Inkább rá szoktam. Szerintem. Köszönjük, hogy tök csináltjátok egy lájkot. Meg az menő, de nem, mert volt már a karakter. Mondjad, Kai. Leszek az... Mi? Leszel a penge, én meg az él. Igen. De nem, mert akkor egymás nélkül nem tudunk létezni. Pitó, nem, kobra leszek. Megszokjátok, chat. Ott volt egy oszlop, láttad? Aha, még egy tábla is. Jó, nem baj, hogy vannám 60 ezer, legalább vannám KP. Jó az. Jó estét, Dani. Druszám. Buda és Pest, ja. Na mindjárt jövök. Mennyi fejt át magad? Jó. Tényleg új személyiséget is kapjon a... Kik ezek a csicskák itt? Na, mit öltözködnek itt mindjárt nyakomban? Ki ez a bika fej? Mindjárt letépem a fejét. Új személyiség! Mennyi ma arrébb öltöznék. Oké. Oké, oké, oké. Fekete kell. Nincs fekete! Ne idegesítsé. Nem á. Ebbe van, de a felsőben nincs. Fekete. Ez jó. Na drág? Na drág. Temetés. Ez amúgy temetéshez illik. Hol van a nadrág? Ez én tényleg ilyen temetős. Jé, chat! Na. Egy kalapot? Tényleg egy kalapot? Hajat nem vágod, ez jó haj szerintem. Egy kalap az mondjuk nem rossz. Fekete cipő, tényleg. Hát ez nagyon durva, chat. Fekete cipő, hát ez nagyon durva. Még jó nézünk ki. Van a cipő, itt van bikánk. De ez most az mi bikánk, vagy nem a mi bikánk? Most nem tudom, hogy... Hát nem is tudom. Hát nem tudom, ez olyan gagyi, nem? Ez ilyen nagyon gagyi. Az én bikám! Ott van-e? Az jó. Az én bikám! Chat, szerintem jó nézünk ki. Valakire nagyon hasonlít. Ki lehet ez? Vegyem le a szemüveget. Jaj, de eljutom magamtól. Új hajam nem lesz. Nem, hát ez jó. Nem tudom. Nagyon vad. Nagyon vad. Ilyen győzik-e? Na, jó, kubás, sétastílus. Ez meg képbe van állva. Ez nem a mi bikánk volt akkor, chat. Szia, Pingu. Elegáns. Ez jó. Oh! Tudom, hát Rostein! Ha eszembe jutott, vágjátok a kaszidó streamert! Róste, végre eszembe jutott! Végre! Végre! Végre, ha meg a kalap miatt jutott eszembe! Végre! Komolyabb haj kéne. Jó ez?
Szerintem ez így nagyon... meleges. Nem már. Ez bajod? Ez jó. Ez király. Megjöttem, csírek. Sziasz. Kobrász! Tehát ti majd ezt is oda? Hallod, gondolkoztam a nevünkön. Igen? Megvan a Kobra 11, nem? Micsoda? Kobra 11, biztos tudod, nem? Vágom, ja. De én leszek a Samirka meg a Bennit szósz. Ne, hát jó ez akkor. Vagy Buda meg Pest, mi? Olyan kell, ami elhíresül, hogy a legnagyobb királyok vagyunk. A Kobrász. Kobrász! Ez nagyon jó! Kobrász! Bombász formas Kobrász. Így van. 8-kor lesz a temetés? Hát hova kell menni? Most hozzánk, de meg van hirdetve amúgy. Hát... nyilvános lesz. Tudod mi? Nyilvános. Kíváncsi lennék azért, hogy kik jönnek el a temetésemre. Kik azok, akik tiszteletüket szegik a temetésen? Én csak tudok kérdés. Akkor azt írjátok ki, hogy 8 órakor a temetőben Diaz Rafael, és hogy híresüljön a városba? Ki tudja valaki írni? Mágus, ki írod? De hogy írom, hagyjál már. Mi? Hát Twitter, te állat! Te vagy a mágus, a telefon mágus. Tesztelik a nemzeti bankrablást. Jó van, Kai. Kai. Meg a Kobrász. Ez jó. Jó van, megszokik úgyis. Százhuszonötre is kell. Milyen 125? Mi közül? Kolbász, Kobrász. Azt a te jó ég! Jééééé! Várj, megkeresem a helyemet, kettesével megyünk. Hogy valaki mellé pattanjunk át. Jó. Jobból a második. Itt van mellettünk pont az autó. Igen, meghoztam a kétszeres csomagot. Szeretse csomag! Hallod? Mondd már, mondd már a többiek... Várj, a főmegyek. Halljátok, valaki kírja, hogy nyilvános lesz a temetés? Kíváncsi vagyok, hogy kik jönnek el a temetésre 8 órakor. Vezessek? Vezetek. Vezetek. Aksa, aksa. De mindjárt kérem. Kösz, fekusz, fikusz. Ja, akkor és... mindegyik kocsiban minimum egy ember, igaz? Igen, mert vigyünk meg kettőség. Ez komoly. Ezt a kocsi akkor, vigyük el. Horoszpa, fiam. Nem baj, hogyha marad, de kettessével jön, nem baj, flagma, csak nem tolkodnak. Ha igen, azt nem maradt volt. Azt hiszem egy-két autó bűne ketten. Hello! Okay. Napot? Hello. Hey, gyere ide! Nem oda, emebbe. Egyetű vagy. Tudod, mi az új nevem, Farkas? Nem, mi az új nevem? Kobrász. Meg kell javítani az autó. Kobrász? Kobrász. 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 A sapköpő. Micsoda? A sapköpő? Az. Sapköpő, ez is jó. Tesztről csak. Hát te áll, van amúgy. Van, hoztam neked már, majd adok. Jó, oké, köszönöm. Hogy indulhatunk? Azt még visszaadod, ne hova kell menni? Azt hittem ti tudjátok! Majd a Bömös viszi csak... Te te betűnk be. Bejelölöd? Hello, sziasztok! Te hallod, itt az a... itt a betűbe. A Kály az nincs itt. A Kály... nem arab, Kály! Kály! Én meg Kobrász vagyok, fekász! Hogy a... hallok, kifadjuk Bömösnek. Mit írják? Mit írják, hogy arab? Nem mentem neked. Az arab és Diego-nak a temetése. 8 órakor várunk mindenkit sok szeretettel, aki egy kicsit is kedvelte. Jó? Hol van Kajosz? Kajosz, hol van ki? BMW még nincs itt, de itt hagytam neki egy autót. És azt mondta, hogy tablettázik. Úgyhogy ja, keresed. Ez megindulunk? Dolog. Mindjárt csak fek a kiírja. Jó, akkor ezt megvárjuk, és már figyeljetek, srácok, hogy nem versenyzünk. Szépen lassan mindenki betűrik össze a másikat. A Nemzeti okay, Bankot tesztelik az adminok. Oké, meg, vagy mit írja? Ja. Nem lesz nem sokan. Hát kösz!
Nehogy azt hidd, itt lesz a félváros. Szeretik kobrát, nem? Szeretik a kobrát. Kobrát szeretik. Mit csináltok ott 25 percet? Hát nem tudom, sírunk. Lesz pap amúgy. A béreltünk-e? Itt van. Diego, sajnálom, töltés lesz vagy... Mi? 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 Mit, Kádár? Mit? Nem lehetünk. 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 Meget normálisan, jó? Mi a kézifék? Olyan már, kobrász! Be van húzva a kézifék! Ott van a kezed. Gyere! De nem csalódtunk benned. Lassan, a következő lefogadunk. Lassan és óvatosan mindenki, oké? Okay? Lassan, nyugi. X-et kellett nyomnia. Tombolára van a jogosítványodat? Persze, tombolán nyertem. Na ott is a szerencsétek, érted? Falusi bálba. Na! Oké, király. Amúgy... Rostányt vágod? Vágod? Rostányt, a kaszinó streamert, úgy nézek ki. Nem vágod? Nem, nem. Na majd átlinkelem neked. Oké. Ez jó, oké. Huhuhu! Ez nagyon durva autó. Az meg mit csinál? Jézuska! Túlságia gyerekét. Megvárom, még mindenki elmegy, mert... Róka valamilyen nincs, kutyuli meg lába. Egy kicsit, hogy beteg. Nem kell egy más segélyben menni. Rosszat a mögöttem lévőnek. Száz... Kíváncsiok hányan jönnek el. WhatsAppot hát, letöltöm hát, majd. Meg tartsunk támadosan, hogy nem jön baj. Megölnének az esküvőn? Temetésen. Nagyon jó néz ki, hogy ennyien megyünk. Jól vagyok, köszönöm. Ja, hallod? Igen. Nem te, a másik, nem tudom a nevet. Kobrász. Az izé a Kály, mi nem a Kobra? Kobra. Mizu. Itt vagy Kobra? Itt vagyok. Mi? Itt vagyok, mondjad. Nem is te vagy a Kobra. Mit mond? Nem tudom. Elég viszont. Be van kábítózó fekol ma megint. Jó veletek beszélget. De nem mondom, mondjad! És nem mondod! Most hallod! Nem is mondtál semmit! Ja, pedig így mondtam már az előbb, hallották a többiek is. Ja, nem. De ugye már csak azért hívlak, hogy most hogyha csak azoknak kell menni, akik kedvelték, akkor minek megyünk? Ja! Kösz! Figyeljétek a rendőrök, hogy elzárták az utat a temetésre, de vagány! Ott a pap is! Aha. Ez igen. Mi az Isten? Micsoda felkészültség van itt. Dicsérteség. Cset, ez durva. Ma nem bekaptam a műszerfalat, mert úgy befékel. Ja, aztán a legyet. Azt te kaptad be majd. Hello, hello, sziasztok. Szia, Fortress. Hello, hello. Ez kemény. Ez nagyon jó néz ki. Nem a legnagyobb lett. Szevasztok. Sziasztok, kis cukik. Szia. Szia. Gyere, hogy jó? Kobra, Arif. Kobra vagyok, jó? Ne röhögjé. Mondjad. Igen, baj? Dehogy is, egy temetésre, dehogy is. Jó. Mit röhögtök? Bradbultok a pesztés, nézd meg a lépőjét, itt az úriembernek. Tetszik, bazdmeg. Jó, melyik röhögt? GVM! GVM! Szűző GVM-esre fogsa. Szűzőnál is olyan, amúgy tényleg. Mondd nekik, hogy engedjenek ki, mert temetésre menni. Kit kaptak el? Valakit elkaptak. Én addig elmegyek pisin a bokorba. De már megint mindig. Visszadegyere. Elmegyek pisin, de mindjárt. Szomorú. Már mindegy.
Most nem tudok segíteni sajnos. Ki az? Remben az Feri? Nincs mit. Boldog temetés. Kellemes temetés. Boldog temetés. Nincs, csak én vagyok fehér cipővel. Mert te vagy ilyen érzéssel. Hallod féltékenyket a sálára, vagy mi? Ki az a sára? Mi a bajod? Ez olyan, hogy azt szerintem cirkuszba készült. Szebben. Te is húgyozol? Hogy? Kis kompressz. Te is húgyozol? Jaj, de csak is már fogom. Tehetszed már. Az a baj, sérben van, bátya. Segít. Jó lenne. Mit néztek? Kobra, halló? Hattam minden, jaj. Segíts már, mert sérben van, azt mondtam, jaj. Én fogom az egyik felét, fogd a másik felét. Akkor gebaszol, ruházod át, hogy a mikroszkópot, hogy nézzem meg, várj. Azt mondtam. 200x-e nem látom. Már több kérdéket fegyverem. Na, mondjad. Mondom, segíts, mert sérben van. Figyelj, nem 30 fegyverre van. A frances sem bele, akkor leteszem az autóra. Én beletettem ebbe a gépet. Jó, én is beteszem. Azt mondom, Ahmed Basza vagyok. Nem Ahmed izéli geci vagy, hanem lerakod azt a geci kart. Miért? Most miért nem lehet bevinni? Nem mondtam valamit, applikációra leírtam, nem? Szerintem értető. Azt. Jó, van már, szerintem én normálisan beszéltem, jó? Köszi. Balhé! Igazán volt? Micsoda? Mondom, hogy igaz, hogy igazán volt? Igen, jó. Hála Istennek, jó. Várjál, megnézem. Van Oda ment fel, kell is megfogta a fütyit. Jaj, azért, mert neki nagyobb van. Attila, kell írni tiketet, hogy ez történt és nem RP aluli kilépés volt. Jó. Itt kevesebb. Itt kisebb a sor, ide is jöhet. Csak ki hátulról jön be. Biztos út, jó? Ja, az a mi van? Aki oldalról jön be. Nem zárt körül, kiírtuk. Elmegyek a saját temetésemre. De amúgy jó néz ki a karakter szerintem. Jó. Szodosok itt van. Aha, az ORFK-sok meg rabláson. Egy napot kívánok, aki még nem lesz. Temetés lett, hogy kocsi törlés, ja. Semmi, üres. Adjós, gyere. Köszönöm. Na. Tehát ide is üres. Tartom. Bennem megmutakodjuk. Ja, Laci az is jó. Ide is jöhet ember. Jó, van nálam egy rádió. Szép. 8 darab kettő. Gyere. Ezt mászba? Van az úr másodlag lőfegyver, szúró vágó eszköz. Semmi nincs válok. Egy szanax. Rendben, akkor megtalán. Közülök. Ilyen tudja az zenet. Lehet, hogy egyszer 6 embert hallok egyébként. Kit van egy mobil? A másik kollégához nem lettek elmutatva. Ja, főnök. Köszi, papa, jó, vok! Kobrasz! Úri, jó! Úri! Hallod? Átmegyek! Köszi a tagságot! Remélem, a kocsikat nem nézik el. Hallod, én is. Az nagyon nagy gáz lenne. Nem, hiszem, hogy átnézzük őket. Előbb is azt mondtad. Ne fossál, szénus, ne fosszál. Fossál! Szerintem Széna nem fog kifosztani téged. Kíváncsiak hányan jönnek a temetésre. Mennem kell, ha nem baj, de Balázs sajnos kötelező itt lenni a streamen. Úgyhogy ne haragudj. WhatsAppot letöltöm, ja. Tényleg, azt le fogom tölteni chat, csak mondom el, hagyd temessenek el. De ott van, ott van! Ott van Diego! Diego! Úgy szerettelek téged. Arab téged annyira nem, de Diego, te Isten király voltál.
kezébe vesz az evákkal készítse a bibliát. Bibliát. Nyolckor, nem nyolckor kezdődik? Igdék megtapossa a nyolckor. Megtapossa a hullát! Köszönjük! Ráborított a taliska. Ez kemény lesz, Cset. Ja. Ráborítjátok meg! Beráborítja a taliskát! Tökjátok rá a fejét. A taliska hol nem megy. Ja, egy mesmeli raktak. Szegény gyar a balik fér be a sírba. Diego mellé. Hogy férnek a nincs? Pedig olyan kis porcelet volt. Nem csak mind az a csőrös amúgy. Hát várjál, most itt állunk körbe, nem tudják majd odarakni. Majd félre állunk. Átdobják veletnek. Felettem, ne igen dobáljanak mindenkat. Hagyjatok egy panikvárt, én befogjátok. Hallod, bak. Ugye vannak ismerőseink, befogják a rózsát, szakszak lesz. Hogy kell a rózsát? Pere, róze, róse. Elvisszük, fizetem. Ja, hát egy kicsit rövidebb, kicsit. Diego! Nyolcskó kezdünk, vagy mi van? Igen. Ja, jó, várjuk. Akkor addig csöbben maradok. Ha jó lenne az, hogy a... Gyere onnan ki. Még üres, nem? Ja. Van benne egy taliska. Azt hittem már ittok. Külön DC-linket beküldjétek, beküldik a moderátorok, köszönöm. Na chat, 8-ra vár. Szerintetek mások jönnek? Hányan vagyunk fönt a szerveren? 116-an. Ez jó. Azt hittem, ha benne vagyunk. Kit cékeztek? Engem temetnek meg, eljátszottuk a halálunkat, és engem meg arabot temetnek. És így a körözés lekerül rólunk. Igazából nulláról indulunk. Jó, a csapat megmaradt, meg az infók, de így jó, mert nulláról indulunk. Szia, Ferenc! Veszünk majd fő embereket, igen, kicsit megcsappantunk. Halló? 8-kor kezdünk. De itt végén a tuklok egész nap. Jönnek azért mások is. Azok kik. Hát senki nem jön el amúgy a csapaton kívül. Így járjuk át. Nem, Börtön RP, mostában nem, ez ennyi volt jelenleg. De tetszett, nem? Az mekkora rózsát hozott a tüdő. Tüdő hozta azt a nagy csokor rózsát. Like ingyen van, így van. Ki ez? Ki ez? Az kicsoda. Nagy csúlya. Ő a halál. Nem tudom, kit temetnek helyettem. Vagy ki a holttest. Puszt egy okkal csak rózsát, nekem csak nekem jutott a kezembe. Mi szereli valamát? Nagy csúli, anyád. Hello, Márci, igen, elég sok ember van ide temetve erre lejre. Nagy csúlya vagy. Oh, jó, de tök jó, hogy a rendőrök biztosítják terepet. Csikket azért ne pecsköd be a gedérbe. Nem öltök én. Örülök, Olivér. WhatsAppot letöltjük majd, mert valaki írt nekünk, de nem írhatunk vissza. Jön napot. Gyere a sírba. Tüdő. Jön csak a pap ki amúgy. Következőre. Tüdő. Jó lesz, következőre. Sársány a igen, tuti lekerül így a körözés. Így vissza gyors. Micsoda? Twitterre nevet kell változtatni. Már nevet változtattam. Jobb felső sorokban látod a pénzem fölött, hogy már más a nevem. Hamis személyt kaptunk, meg át lett írva a nevem, úgyhogy a Twitteren már William Nascobar írja ki. Tick. Ez
Tényleg szegény tesóm, hogy mennyit dolgozhatott, hogy ugyanúgy nézzünk ki, most meg látjátok. Ja, nem tudom, hogy mi van bele amúgy, Vikke. Megszűnt. Mit van? Virág, annyit kell itt állni. Ezt meg gyújtok, kérj, érted? Jó ember volt ez a csávó. Köszi, Bendegoz, a 16 hónapot! Házfelújításos lesz, majd a hétre ígérték a központi fűtés befejezését, remélem most már kész lesz. Csőfekor, hát nem sokan szerettek. Nem jön senki a temetésre! Jó van, képzelet bejelentve, mi igaztaljuk magunkat. Gondolj már, lelőtték őket. Itt rendkülön kenevet, tényleg? Ezt most megmondom. Gondolj már csak. Tényleg? Twitteren külön kell nevet változtatnom. Várj egy kicsit, mert nem tudom. Mit? Na, nem tudja. Na, csak aki gondolj már. Még egyszer, miért gondolj? Kitalálom, csak gondolj rá. Oké, szugerálom. Szugerált? Ja, magamat csinálom. Mit fotózgatom? Mi vagyok én? Hát mit fotózom? Mit csinálj, én lefotózom ezt a csávot? És azt hiszem, hogy neki a gyilkomra. Már állj, már meg. Tudod? Nem? Mondd már a csok. Mit nincs? Több nyílik meg a telefonom. Most mi van, elvették? Az én vagy... Elvették a telómat! Ja nem. Az neked te vagy? Rossz helyen. Ez a... Holott, te mit fotózgat? Mi? Én is szóltam. Azt a csávót fotózgat. Kicsi, hűt a nap, adjatok már egy maradt. Spirit. Persze, nem téged. Csávókat szeretem. Nem vagyok át. Én csávókat szeretem. Ez nem a fekka. Ja. Jó ember volt el, Digus. Ez mit? Ez miért? Arab, emlékszel arab, amikor együtt aludtunk? Emlékszel? Te meleg. Emlékszel, amikor Sirius bemászott az ágyadba? Emlékszel? Még derül neki. Emlékszel, Diego, amikor tűnőt fejbe lőttet, tisztán emlékszel? Szia, Milán! Kit lőtt fejbe Diego? Mi? Nem emlékeztek, hogy Digus fejbe lőtte. Tudj ezt? Miért Chingusról beszélsz? Digus, nem Chingus. Adj egy fejbe, ezt kicsit csinálj. Tudj, tiszta ideg! Adj meg az egyhétes buli, ja. Na itt a pap. Na mindjárt kezdjük, 5 perc. Dicsértessék. Dicsértessék a nagy urat. Dicsi. Amen. Tüdő így nem tud bosszút állni, tényleg. Hát jó. Maga módján. Igen. Megérkezik a halott. Na valaki jött az ég, külsősök. Nem tudom ki ez a csávó, de ő lesz kobra a Twitteren. Azt hittem ő. Miért nem hozták? Mikor az a két marik fogja bemenni a sírt? Ki? De hol vannak a hintjék, akik betemették? Én betemetem, ha szükséges. Jó! Beleesik. Tőplexik.
Nyitott koporsós temetés. Menjünk tizenbe. Amíg tartás nem lesz. Ja, papa. Amit végre lesz, lecsukjuk a koporsót. Volt elnök. A templom embereire. Kiabáljon, atyám! Atyám, lenne egy ajánlatom. Eltemettem, de inkább befizetem az egyházadot el. Nézd meg azt a havi 200 forintot nem képes befizetni. Forintot biztos. Na, dollárt vagy mi van? Azt sem. Koi. Adok, tessék, itt van. Tessék. De hol van? Vett meg előle. Tegyük a nyugodtan. És őszítik elő a szerszámokat. Amit végeztük a szerszámokat. Tegyük készen át. Na jöttek azért még páran. Végre valaki? Végre! Na, 24-en vagyunk. Végre! Elvis Presley! Nézd meg! Megjött Elvis Presley is, hála Istennek! Tudunk valamit a... Nézd, jöjjük a lilák! Lelkesnek tanításáról? Tudunk, ahol a testek szállít... Azért vagyunk páran. Na is, van ez az FPS-em. Lilák jöttek. Viszont ezt valahogy el kell hírezteni a városba. Majd Kobra kiírja, nem? Hogy el lett temetve. Kobra úgyis az a... Figyelj, hát ilyen nagy embereket, Hát, 120 kiló. A csapatom igen. Mindenki akarja a testüket. Koponyal szerintem többet ér, mint ez az egész temetés szerintem. Mint ér, azon gondolkodik, hogy Diego holttestét szétszurkálja a történtek után. Tidő! Ez egy állat! Diego? Drága barátom! Az mit csinálok? Zenekar hol van? Micsoda? Zenekar. De nem tudja meg, hogy nem haltam meg. Hát teljesen más. Most lehet, hogy a többiek se tudják. Mi van? Én tudok furujázni. Furujázni. Lövés volt kint az utcán. De nem, most nem tudnak kinyírni, mert nem én vagyok. Na, szóval nem én vagyok én, tudod? Tudjátok. Még két perc. Dögvészest keresek, hát dögvészest keresek, mert itt van. Milyen magas a Manuela, tényleg? Tényleg? Na, ha a Phuket szigetén vagytok Tájföldön, és ilyen magas, mint láttok, akkor óvatosan. Van egy ilyen film, hogy ott van a saját temetésén. Ja, lehet. De tested nincs meg, csak plasztika volt. Hát nem tudom milyen holttest, vagy hogy van ez így leerpézve. Mert? Ja, nem, azért, Ferenc, azért, mert lehet, hogy... lehet, hogy van egy harmadik lába. Fizettem pár emberek, hogy eljönnek pluszba, tehát sokkal tartozom. Persze, csak azért jöttek-e? Persze! De jó ég, a tiszteletlenek temetésen ezt csinálják. Bocsáss meg nekik, Diegus. Ez milyen? Na, ő neki sokkal durabb. Fáj az orra. Jó van, Feka, nem baj. Ez OC írtad, nem foglalkozok vele. Na, de legalább a lilák eljöttek.
Hangomat nem ismerhetik föl. Új vagyok, teljesen új. Kappán lehet beszél. Kappán lehet beszél, ezt nem is halljuk. Ja, a börtön RP elvitt egy pár százezret. De nagyon jó volt. Nézzétek meg, még ide érnek 8-ra. Késtek egy percet. Nincs értesség. Megjöttek páron. Viszont ezt akkor el kell hírezteni, nem? Hogy meg volt a temetés. Világka nem egyesültök. Nem lehet, mert van szövetségesünk. Jaj. Autók! Ja, tudom. Hát az én autóm, hogy csak beül valaki. Kocsi, kocsi törlés. Ja. Én nem mozdul. Én nem mozdulok. Mindenki jövő kocsba. Nekem bal oldalon álló úrakat megkérném. Itt középpen állt, még nem ülve két autó senki. A halottas autó. Ki tudja rakni a két. Ha a hulla ezek szerint. Vagy emelni őket a sírba. Igen Krisz, tényleg! Sok MG-s ilyenkor nem jön. Pedig jöhetne. Így már el is pont egyen szeretek Diego-t, igen. El van a fegyverem, megvan. Tehát tényleg nem kell tudna hozni. Jézus, hát de jöhettél volna! Nyilvános az esemény. Hát hol vagy? Helikopter. Jött, még helikopterre is jöttek. Hol mentek? Törlődnek az autó. Szép ugrás volt. Életlen volt, elnézést. Meg is hatottam most egy kicsit. Összejöttek a kis aranyosak. Ja, jasszus, te nem jöttél, meg is sértődött Diego most. Ugye, tőlem bal oldalon osztok, meg a lottas kocsimodat tudjon állni. Kipakolni a két koporsót. Megtáló, itt vagyok. Jó. Igen. Oda van. A gyász meg a szenvedés. Ezt a fogba pofát lőtt, és most... Tűd ezt is! Basszus. Inkább elmegyek szarni. Plusz tűd, nem eszélyt, baszom a fejedet, te bírás kicsit. Ha, tűd! Hagyjad, hagyjad. Tűd ez tiszta ideg! Ezt csak hihetetlen amúgy. Ez az ő van. Tiszteletlen. Mennyi az FPS-om? 46. Azért vagyunk páron. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28. Most a szórakozni jött ide? Semmit nem. Szórakozni jött ide az a gyerek, mert akkor... Sajnos ki kell bannolni. Kibannolnám. Ja, azt a fejruhást ki kell küldeni, mert nem bír viselkedni a temetésen. Ezért kell tudna a fegyverre. Na most hívott a cég, hogy hajnal kettőre kell már nem dolgozni. Az igen feka. Az mondjuk elég kemény. Ja, el is viszik. Á, jó így IC megoldják. Tök jó. Érzi, hogy kobra már vagy egy hete nem fürdött. A börtönbe hogy fürdöttem volna? Fétem fürdeni. Na, nem kezdi? Na most mi van, visszajött?
viselkedik? Jaszus feltámasztana. Na, persze! Kezdjük, atyám? Igen, de legyél normális, köszönöm. Most hozzák a izéket. Ja. Darabot van a diász, most hozzák. Ja. Szerencsétlenek. Hát, mindenkinél lejön előbb, hogy itt csak annak, annak reménykedhetünk, hogy Isten befogadja őket kegyeibe. És ezt hogy lehet elfogadni, atyám? Én ezt nem vagyok hajlandó elfogadni, hogy mindenki meg fog halni. És én is. Most belelök a szélbe. Sajnos én se tudom, uram. Lehet RP-znek, meg rab... Atyám, biztos sor kerülnek a megybe. Rabolnak. Igen, igaz emberek voltak. Jó példát mutattak a város népének. Igen, igen. Nem bűnöztek, nem csaltak, nem loptak, nem hazudtak. És az adót is fizettek. Még az egyház adót. Így van. Most mi van? Mi van? Jönnek még mások is? Vagy mi? Vagy mi? Most mi van? Ja, most hozzák a holttesteket. Értem, az is le van erpízve. Nagyon jó. 123-an vagyunk fönt. Imádkozok majd a lelkükért. Pici nagy krokodilkönyv kijön a szemén. Köszönjük. Hogy Isten, Krisztus fenn a mennyekbe befogadja őket, hitszű szolgáljukként. Jó. Sziasztok! Jól vagy? Nem annyira. Mondjuk nyugtatott. Légy szó, és egy szanit. Már nincs nálam. Valakiné van szalagsz? Van. Szerintem már Lucifer társaságában kártyáznak. Adjatok neki együtt, mert összefogásra. Nem tudjátok, elég a baszmit rám, hogy büdös. Nem, csak szagoltam a levegőbe, honnan tudtad? Elkezd pötögni a könnye. Elkésnek hallottak saját temetésük, hogy ilyen van? Ja, nem 8-ra jöttek. Mi lehetnénk boncolják őket. Szerintem még csak most költözhetik fel őket. Lehet. Temetés is maga. Meg őket. Elöltöztettem volna én őket. De várjuk meg. Itt a kollégák nem tudják, hogy elindultak-e már esetleg. Gondolja, hogy Kobra miért sirenyít, ha már úgyis mindegy. Nem, rúgdom kartát majd. Ja, nem tudom, ki lesz. Tényleg hoznak hullát szerintetek? Ezt most nem tudom, hogy tényleg hoznak-e, vagy nem. Itt durogtatja az autót. Hol vannak már? Emetre megérkeztek. Megérkeztek? Nagyon nehéz. Ez egy nehéz pillanat. Igen. Reméli a hűtőházban a nagy hidegben meg tudták állapítani a nevüket. YouTube-on is, meg Twitch-en is live-olni? Tudom, össze lehet kötni, igaz? A kettőt egyszerre, nem tudom. Most már net biztos bírná. De Twitch-en nem, nem tudom. Én itt YouTube-on szeretek. Most már itt is van tagság, minden. Tagság, ajándékozás. Szerintem felesleges. Legyen Digi a beceneved, az majdnem olyan, mint a Diego. Itt a papot meg hát kérdem, hogy ilyen kedves megkiabálni, hogy hallják látom is. Igen. Természetes uram. Ha már látok valami mozgódásod fent. Hol? Biztultak egy kicsit? Én igen. Most egy kicsit szívem. Nem szeretném őket így látni. 30-35-en vagyunk itt kb. Kemény. Szabika. Oh.
lesz, légy szíves, légy elősférfi. Jó, rendben. Ez meg röhög. Író. Szias írok. Nagyon kezdtem itt. Atyám, mondja már el, hogy miért a jó önkével elhoztak meg a földön maradnak. Igaz, Mika, igaz, mentél volna te. Hát. Miért mondasz ilyen? Mert te nem vagy jó. Uram, azért van ez így, mert az Isten a jókat magához szól, ilyen hamarabb a társaságban. Uram, engem miért nem hívott? Ez igazságtalan. Ez meg utcai ruhába ide jön. Lehet itt temetésre utcai ruhába jönni. Mit sértessék? Lehet jól a halom. Hogy képzel? Nézzek ide, jönnek utcai ruhába. Járunk elők. De legalább eljöttek. Nem értem, miért bűg ennyire, amikor meg itt voltak, mindig azt mondták. Csöves vagyok hozzá. Elnézést. Csöves. Ebben örülünk, hogy itt van és megtisztel. Így van. Na jönnek. Perc néma csendet kérek. Na most jönnek. Jönnek, légy szíves. Mindenki. Jöjjön. Itt egy kék. Kék kendős. Tényleg hoznak. Vágd pofán a papot. Egy dolog, hogy börtönbe jutottad, de nem ezt a halált szánta neki. Jövök a sírhoz! Szépen belefektetem az ember. Tényleg hoztak, ez nagyon hiteles így. Tényleg hoztak kettő embert. Megérkeztek a... Sztúrva! Testek, akkor kezdeni a ceremóniát, szép napot mindenkinek, szerveket legalábbis. Testvéreim, az Úrban azért vagyunk most itt, hogy elbocsássuk Száfer el-Abid és Raffel jelz lelkét a túlvilágra. Ennek alkalmával most fel fogom olvasni a Tropár negyedik hangját, és utána egy csendes imádságot fogunk tartani. Főkepik. Hogy a túlvilágon nyugodtan élhessenek tovább. A megdicsősült igazat lekeivel nyugtass meg üdvözítünk a Telhúny szolgádnak lelkét, megőrizvén őt a boldog életben, mely nálad van, ember szeret. A te nyugodalmadban, Úrunk, hol minden szettjeid megnyugszanak, Telhúny szolgád lelkét üdvözlünk, nyugtass meg. Dicsőség, te vagy Isten, ki leszállottál a pokolra, és a lecseltetlek köteleit feloldozál. Elhúny szolgálnak lelkét, üdvözítünk, nyugtasd meg. Most, és egyetlen tiszta és szeplőtlen szűz, ki Istent mag nélkül szíd. Kérjed őt elhúny szolgáljának lelke üdvéért. Könyörülj rajtunk, Isten, a te nagy irgalmasságod szerint kérünk téged, hallgass meg minket, és könyörülj. Uram, irgalmaz, irgalmaz, Uram, irgalmaz. Könyörögjünk még Isten elhunyt szolgájának, Száfer el-Abidnak, Ráfel Diáznak lelki nyugalmáért, és minden szándékos, akaratlanul elkövetett vétek bocsánatáért. Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz, irgalmaz. Hogy az Úristen helyezze el lelkét, hol az a buszlak. Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz. Isten irgalmát mennyeknek országá bűneinek bocsánatát Krisztustól, ami a halhatatlan királyunktól, Istenüktől kérjük. Hogy főkészül? Száfer el-Abidnak, Ráfel Diáznak, add meg, Uram. Könyörögjünk együtt az Úrhoz. Uram, irgalmaz. És most mindenki mormonál egy csendes imádságot.
Te nagyon komoly rendőrök is mindenki. De akkor valószínűleg a szőke az rendőr. Nagyon komoly. Nagyon komoly. Megadják a tiszteletet, így van, ez nagyon király. Mindjárt az like, köszi. Tényleg csendes, ja. A pap magába mondja. Ámen. 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 Bedobom az első rúgát az arabért. Jó ember volt. Én is bedobom. Vigyázzatok partokra. Sziasztok. Én is bedobom. Jó kultus. Nyugodjanak békében. Na, akkor csak egy képet a sírról. Kár, ezért akarom gyereket. Jó csajos. Nézd meg, ebben van. Ez kemény. Miért állnak fel? Gondolom nincsenek lekillelve. Csak mindig megnyomják a J-betűt, hogy összeessenek. Fiúk a dombon van egy sávó. A dob... Fenn a pák mögött. Rendben, most aki szeretne, mondhat pár szót az elhunytak, hogy az emlékeiket megszépítse, és szívfájdalmat ezzel valamennyire enyítse. Hallgatjuk. Nos, hát igazából már sajnos Diaszhoz szólok fölfele. Annyira sajnos nem tudtam megismerni. Közös kapcsolatunk volt. És... Mi a halk? Nem is tudom, hogy szabad dönteni, viszont úgy érzem, hogy nem ez volt a... Nem így kettős, aminek történnie, és úgy érzem, hogy részben hívásnak érzem magam. Nem, hát ez bőztem, hogy nem kellett volna küldeni. Sajnos ez megelőzhető lett volna. Minden esetre tényleg szívemből sajnálom. Miért nem búcsúzunk? Egy közös búcsúzó énekkel a voltak. Na, ez pont jó lett. Nem erre gondoltam. Megérdemelnem mire. Utolsó éneket, és főleg amennyire közös volt az utunk. Azt hittem ezt jobbják be a temetésen. Történt vele, viszont egyet nem fogok megtudni, mert bocsánat, hogy a Székely Szilárdot kivégezte. Igen, Székely Szilárdot megölték. Csasszi! Csasszi! Na, senki többet? Harmadszor? Amiben bárki más szeretne felszólalni a holtak ügyében, hogy odafönn meghallják és nyugalmuk mellett döntsenek az Isten és Jézus Krisztus irányunk és uram. Képet akarok majd csinálni. Értettem. Amennyiben szeretnék még ezt az utolsó éneket, az egyház engedélyezi. Viszont amennyi nem, akkor távozhatunk a helyszínről és elföldeljük a két urat. Milyen zenéről van szó? Arab, mit csinál? Milyen énekről van szó? Neki meg pizza van a kezébe? Nyugodjanak békében! Nyugodjanak! Így van, nyugodjanak békében! Nyugodj békében, szípus! Nyugodjanak békében, csasszi! De most mit mond? De te meghaltál, igen, engem temetnek. De nem hallom. Akkor ezennel a ceremóniát lezárom, a templom segítői nem soká kijönnek a templomból elfedelni a holttestek,
az urakat, megkérem és a hölgyeket, hogy adják el a temetőt, és amennyiben jogok, amennyiben úgy érzik. A pizzát és odaadja Diel szájába. Még egy imádságot lefekvés előtt az urat lelkiért, amit én is tenni fogom. És mindenki más lelkiért, aki ő. Köszönjük, atyám. Köszönjük, atyám. Köszönjük szépen. Isten áldja. Lefotózom. Amen. Amen. Lefotózzál már, kobra. Mi? Kiteszem. Twitterre. Te nagyon bolond vagy, hallott, töröljet ki szóval. Kiteszem Twitterre. Twitter. Kobra, te egy állat vagy. Mié? Lefotózod a hullákat. Kiteszem. Úristen. Ja, így tudom kitenni. Orba vagy mindenki saját tempó? Ráálljunk kéne a parkolóból, nem? Ráálljunk ki a parkolóból, igen. Megállok a lampánál. Tettem a fegyvert a szóval. Köszi István a szubit. Kösz. És valamilyen... Jaj. Rendben. Megvárják az urak még, eltávozik minden ember a helyszínről, addig beszólok a segítőnek, hogy jöhetnek majd te. Újra szabad a város urai pozíció. Diaz Rafael! Tweet Korból leszünk, porrá leszünk. Ilyaszra fel néven írtam ki. Flagma nyerte, de miért? Kért mindenki. Miért úgy írta ki? Autó még benn van. Viszont van olyan, aki például BMW nem lehet törőni. Az autóját ott hagyta. Akkor valaki hozzáadta a szár autót. Jó, az én telefonomról lett küldve. Így nyerpézzük. Köszönöm István még egyszer a subit. Flagma nyerte. De mondja, nem tudom. Nem írta már, de átírta. Na mindegy, nem baj, úgy erpészte a nyomozó, hallottam, hogy Diaz telefonjáról valaki kiírta. Ebből nem jönnek rá. Majd átírom. Na, viszont most letöltjük a WhatsAppot. Kölcsönvette Diaz telefonját. Igen. Miért? Ez ki? Ki ez? Na, ezt el kell olvasnunk majd. Harmadik Rafael Mászkálmán! Ez kicsoda? Na, ezt el kell majd olvasni. Ez a mi autónk, remélem. Az kicsoda? Jó, megvan minden. Szuper. Kokain. Bennünk valakinél? Obra. Van nálam hely. Itt vagyok az autónál. Csak az, ott van benne még egy autónk. Az a mondom, hogy ebben most is meditál, úgyhogy... Majd mehetünk? Valaki visszaúrik érte. Na most... melyik a kéne? Normális tempóban előzgessük egymást. Nem tudom ki menj a szembe sávba, de ne menjen a szembe sávba. Nem indul az autó, most melyik a kéne? Azért jöttem ki, hogy ne törjük már össze egymást. Nem is tudok kiszállni. Nem engedt kiszállni. Hiába teszem fel az X-et. Valami nem jó. Érkezik. Jó a Márci. Ja, nem indul el valami. Hiába nyomom az X-et, chat. Nem tudok elindulni az autóval. Elindítani általában. Be van. És hiába teszem fel a kezem. Jövök. Gondolj az X-re és el fog indulni. Nem, hiába. Capslop. Az se. Akkor... Jövök. Megyek érte.
Nem jó, semmiben nem indul el. Keszi tartóból. Jó, ezt jó, hogy mondtad. Halló? Jó. Itt van Feri is. Na, azt az SMS-t el kell olvasni majd. Olvasztok. Jövök kért a dél. Igyekezz. Mi nálunk itt van? Sikerült fölni? Nem. Aki fejben a jobb klik egere nyom meg. Mindent próbáltam, semmi nem jó. Nem érted. Jó, srácok, tudunk vezetni. Azt kell, hogy mondjam. 20 autóból 15 már le van füstölve. De van füstőve. Alt F4, az működik. 15 autóból 10 lefüstölt. Semmi nem működik, tényleg. Kiszedtem. Hát ez is füstöl. Jó, menjünk. Nagyon rossz lesz a szemem, csak... Akkor add ide, vezetek. Vagy. Jó, megvolt a temetés, akkor az Airpiece... Megy, ott valami van, nem tudom mi. De ez is füstöl. Úton vagyunk haza. Pénzt nem vettem ki a csomagtartóba, az 2 darab volt. Mondjad? Mondjad, öcs? Zolá, még nincs, nem, nincs fönt most a szerveren. De várjatok, mert így most valaki, nem tudom, hogy ki írt, meg ki keresett fel. De a telefon, addig nem kéne SMS-ezgetni, nem? Zolaj szint a baj. Most kíváncsiak, hogy mit fogunk csinálni. A Nemzeti Bankot amúgy tesztelik az adminok, úgyhogy lesz majd Nemzeti Bankrablás. Viszont a... HQ-t még nem váltunk. Jajjaj! Mama! Közel volt. Embereket kell majd felvenni, de lehet, hogy terveznek most valamit. Viszont most a nulláról indulunk. Ugorjál be. Addig hagyjam a telót, de el akarom olvasni ezt az SMS-t. Ja, meg Bikának ládát. A kocsinkat, a pandemet át kellene festeni. Azt mondjuk muszáj lenne megcsinálni. Itt vagy, Diego? Itt vagyok, Mizu. Vagy miért? Na! Kobra! Kobra. Megsirattad saját magadat. Meg. Jó csináltam. Jó, megjött. Kösz, hogy eljött, értem. Füstöl az összes. Na, de ez durva volt. Új üzenet érkezett. Mindjárt el kell olvastam, hogy... Pisztolytáska meg az oldalamon. Van nál pisztoly? Nincs. Add, gyere, adok. Adsz. Hát nem adtad át. Várjál már! Köszi. Tessék. Hát ez nagyon sok lőszert, köszi. Na, megjöttünk. Nagyon hiányoztam. Örülök nem, neki. Nagyon. Ilyen komolyan nevet az így. Kobra Kai. Kobra Kai. Hol van Kai? Kobrász. Hol van Kai? Mert én kobra vagyok, de a Kai az arab. Jó? Ja? Van valami terv, vagy nincs? Ennyi. Ennyi? Igen. Jó, meg szeretném mutatni nektek a videót, átküldöm applikáción, hogy a Zolá gyerek mindent elmondott a zsoldosoknak, jó? És akkor BMW te is meg tudod nézni, jó? Beküldöm nektek a... Ha applikáción elküldöm mindenkinek, jó? Nézzétek meg, légy szíves. Úgyhogy BMW, te meghalsz máma! Hallod, miért nem mindenki applikáció, hogy nem megmutatod. Megmutatod könnyen. Menjen mindenki applikáció, és megmutatod, azért nem jó? Hát beküldöm, mindenki nézze egyénileg, beküldöm, ne aggódjatok. Na várjatok chat, mert... Csináltad, csak azt meg. Hát, amúgy igen, mondani. Várjatok.
Várjatok, beküldöm applikációra chat nekik. Mi, azért nem akarom mutatni, mert mi már láttuk. Órák kérdése. Oké. Okay. Eléggé keves az. Jó. Kamu temetés volt, az. Beküldtem, nézzétek meg. Legfontosabb, hogy BMW te nézd meg. A zsoldosoknak adta át a templomnál az információt. Nézze mindenki. Én nem láttam. Annyi, hogy elmondja a csávó, akit a BMW hozott. Nyomozó. Tisztelet, nem tudom ki magad, ezt a telefon dobja el, ha jót akar. Na, ki ez? Üdvözletem, tisztelt Diaz úr. Mint tudni lehet, apám elég zűrös életet élt, járkált mindenféle helyekre, voltak érdekes ügyei. Érdekes figurákkal, plusz nem utolsó soron minden nap más nővel lehetett látni. Egyszer elég furcsa volt az öreg. Egyik nap jött a levél, apánk elhunyt, anyánk elhagyott, így maradtunk árván. Aztán következtek a még érdekesebb dolgok, sorra jelentek meg napról napra sötét alakok a házunknál, a pénzüket kérve. Amivel apánk tartozott nekik, más választásunk nem volt, el kellett menekülnünk más országokba, mivel esély nem volt a tartozások megadására fiatalon. Aztán az országba, ahova menekültünk, összekeveredtünk sötét alakokkal, akik megtanítottak egy-két dologra. Elkezdtünk specializálódni zárfeltörésekre, így sorra raboltuk a bankokat, ezzel egy kis pénzt szerezve. Egyik nap, amikor indultunk volna elkezdeni a munkát, szóltak nekem bajtársak a testvéreimnek hűlt helye. Időközben megismerkedtem egy hölgyel, akitől született két fiam, sajnálatos módon ő is elhunyt idő előtt. Fiaimat betanítottam, belekezdtünk saját bizniszekbe, emellett elkezdtük kutatni a családfát emberek után, akik esetleg segíthetnek az eltűnt testvér megtalálásában. Nagyon-nagyon sok segítség után eljutottunk négyen ma városába, ahol találkoztunk alvilági emberekkel, akik elárulták, mi is lehet az elveszett testvérrel. Maffia vezér lett, aki alvilág alakokat irányít, és a neve Rafael Diaz. Örülnék nagyon, testvérem, ha tudnánk találkozni, illetve az említett dolgokon segítségére lennék szívesen. Tisztelettel, harmadik Rafael Mász Kálmán. Ha még élsz, drága testvérem, remélem nem igaz a hír. Mire megtalállak, meghalsz. Remélem nem. De bakker, akkor ezt az... akkor így nem írhatunk neki vissza, ugye? Pedig ez nagyon jó kis RP indító. Nem? Ezt kiírta? Nem tudom. De nagyon jó meg lett fogalmazva. És tök jó lenne. Köszönjük ki. Tök jó lenne, csak ez most így akkor megy a levesbe, mert nem használtam ezt a számot. Úgyhogy most BMW-re kíváncsi leszek, hogy most mit mond, mert átküldtem a videót. Na. Miki, ezt a jó órát csuktad. Köszi Bence, köszi. Itt valaki nagyon büdi az, hogy a széna. Hát de honnan lesz meg a szám, akkor tudják, hogy Diaznak, vagy na Diego-nak a telefon, mert csak nekem írta. Na várjatok, először nézzük meg, mit mond a csapat a Zolá gyerekre. Jó, Bence. Csoki banános a fehérje. Jó, 6 perc a videó, nézik a többiek. Ja, addig a WhatsApp-ot töltsük le. Mászkál, már mászkálhat utánam, ja. Na, App Store, hol van? WhatsApp. Letöltjük a WhatsAppot. Mi a számunk? Bakker! Hát, várjatok már, ezt föl kell írni. Most oké, ezt a számot adjuk meg, de megnézem, hogy írte valaki. Music.
dolgozik a többiek. Új szám, nem tudom igényelni. Ja, pár nap múlva, azt mondta Mia, hogy pár nap múlva. Jelszónak. De jó. Mi ez? Hoppá. Ezt nem kellett volna, elnézést. Na bazd meg. Mennyit fizettetek a zsoldoségbe? Mikor a bátyának a neve azért ma ott van, tiszteljétek a bátyátokat. Hát figyelj, én engemet levezetőztek. Hallod? Engem levezetőztek, úgyhogy figyelj, én boldog vagyok. Hát tök jó, de emlékszem? Hol van az esküs amúgy? Ja, hol az olá, gyerek? Nem, olá, geci, gyere, állj elém, mert nem basztok. Én lövök. Hol van? Na, mi van? Na, hát de emlékszem, milyen, hogy mondtam, én nem hittetek nekem, én végig mondtam, hogy ez a gyerek áruló. És akkor most mi legyen? Hát meg kell lőni, az biztos. Hát jó, és akkor BMW? Álljunk meg egy percre, jó? Hogy aki BMW-t meri vált bantani, az engem is bant, jó? Jó, de ővé a felelősség, hogy a gyárulót hozott. Ja, és szerinted honnan tudta? Hogy ő áruló. Hát ne, azért, mert én mondtam neki, de nem hitt nekem. És végig mondta. Hát te mindent tudsz amúgy. Hát igen. Mondtam neki, ötször elmondtam, hogy hallgatózik folyamatosan a gyerek mellettünk. Állandóan ott volt, mindent tudni akart. Akkor az első az, hogy keríts elő ezt az olá gyereket, és akkor nyírjuk ki. Szerintem ez úgy kamu. Azt mondod, hogy kamu? Ezek után is azt hiszed, hogy kamu. Lehetetlen, hogy kamu, hogy lenne kamu. Neked kell akkor intézni, ez a büntetés. Ja, milyen, mert akkor te neked, így van. Elő kell kerítened, hozd ide nekünk, és akkor többit majd mondjuk. No, vagy ulap, geci. Felhívok, passzok. Na, várjátok, eszek a szok. Nem hiszem, hogy eléri. Itt van a drab. Milyen volt a temető, gyerekek, meséljétek. Hát durva. A saját magunkat temettük végül is. Tetszett. Az kurva jó. Micsoda? Ja, a BMW-t ez miatt nem rakjuk ki. Gondolom az RP kedvéért csinálták ugye ezt a srácok. Diego. Mizu. Hol vagy? Itt vagyok. Kárt előttem csíkosba. Ja, itt vagyok. Ja, Mizu. Vigyázz a magadra. Mié? Már tudod a személy. Nem tudom, hogy mi vigyázz. Ja, látom, nagyon szúrtad ott a holttestet, ott a temetésen. Nem szúrtam én senkit. Láttam, látom szemeddel. Hát. Na, BMW, majd ha eléred, akkor majd szólsz. Na, de meséljetek, mi volt, mivel kell foglalkoznunk most így, hogy kijöttünk a börtönből? Ezt akartam én is kérdezni. Mi van kint? Kik az ellenségeink, kik a barátaink, mit intéztetek eddig? Na, figyeljetek, mondom a kaszit. Igen? A rózsaszín kocsisokkal volt tárgyalás. Infinity, volt egy igen. Konfliktus. Azokat megbeszéltük. Új kódunk van feléjük. Azt majd elmondják a többiek, okay. Én nem fogom elmondani. Akkor jobban vagyunk meg én? Kékekkel volt tárgyalás, ha jól tudom. Őket kifingattuk egy jó párszor. Szegények megint a kékek. Nem bírtak magukkal. De igazából ennyi. Pirosokat nem találjuk azóta, nem tudjuk beszedni a cuccokat. Úgyhogy ja. Csak különösen nem adták oda, amit izény. Még mindig nem bátja. Nem is halál. Azok a pirosak, azok a pénzrablásos pirosak? Ja. De egy piros kocsikat sem látom már. Akkor ezek lehet megijedtek, és felszívódtak. Bátyától féljenek is, mert elraktam őket. Akkor kékek, pirosak. Kékek, pirosak. Rózsaszínekkel, pinkekkel nem beszéltük. Főnök, figyelj már. Akkor a tárgyás, megdobálhatunk mindent is, hogy jár. Kaptam egy információt. Hogy? Hogy van a városban általában egy olyan bikavaszkos, mint én, csak kék maszkba. Ja, igen, van. Nem kék maszkba, kék kendős. Hát, kék kendős bikavaszkba.
akkor az izé, kopasznak az emberre. Akkor kopasz ja, emberre, ja. Jó, akkor igazából a pirosak, a kékek az ellenségeink, vagy akik nem fizettek, azt a rózsaszínekkel meg jóba vagyunk. Igen. Üzleti kapcsolatban meg te, na izé, akik vittek minket a személyért, tudod? Igen. Azok nem Lafuentés csak volt. De. Azok is el vannak tűnve. Fel vannak szívódva. Ja, meg vannak valami sírkirúgások, ahol ja, új frakciók nem vannak. Láttuk még őket. Volt egy akció, tárgyaltak a kékek a sírkirúgásokkal. Igen. Hol volt ez a izé? Sports Centernél. Azt rájuk robbantunk. Ja. A két brigádra. Kaptunk egy kékeket, sírkirúgásokat, ott derültéjük, ők nem együtt vannak. Úgyhogy ja. És mit fizettek a kékek? Mit adtak át nektek? Nagyon semmit. Akkor amit kértetek, ők se adták oda? Hát nem, nem azt adták, amit kértünk. A baj. Ja, és mivel mindenki szart az egészbe, nem akart eljönni, összeszedni a cuccokat, mert senki nem akart eljönni, én voltam ott egyedül, úgyhogy ezt benyeltem. Hát megyek aludni. Jó viszont. Ja, mindenki szart bele az egészbe, hogy össze kell szedni cuccokat. Én összeszedtem, ezt elraktam magamnak. Szia, Nazzan egy autogramot kérhetek? Nazzan egy autogramot kérhetek? Édes Istenem. Ma megint. Lekillették gyorsan. De legalább nem anyázni jött oda. Istenem. Milyen gyorsan lekillették? Nem tudtunk autogramot adni, sajnos. Csak egy autogramot akart. Jó, csomagolt, különleges csomagolt füvet. Meg 2600 csomagolni való különleges füvet. Át kell festeni az autót akkor, nem? A felét odatta maradnak. Ennyi. Jó, figyeljetek, én akarok beszélni a csapatommal, utána át kell festeni az autómat. Aztán rádión vagyunk, ha valami van, vagy valami gáz van. Köszi szépen a segítséget. Ja, keresitek, aki mi is becsatlakozunk majd, csak a csapatommal akarok beszélni. Jó, csöcső. Csöcső. Kevesen vagyunk, úgyhogy kell beszélni a csapattal. Csak megyünk az indulásunkra. Ja, fodrász, az jó ez a haj! Dehogy jó! Hogy nézők? Ugorj egyet! Nem is láttam még a haját. Kicsoda. Hát akkor mindenki egy kocsiba üljön. Ezt akkor leviszek ide a publikból. De tényleg nem anyázó jött ide, ez már haladás. Bikának a ládát, tényleg. Hú, írunk a Petinek. Peti! Mizu. Kérlek kell, Pépé, köszi. Micsoda? Mondom, Mizu, megyünk a tárgyalóba? Aha, megyünk a tárgyalóba. Kell beszélnünk pár dologról. Csak egy aláírás kell. Ja, szóval meglátom. Hát az MG miatt. Hallod? De figyelj, én amikor voltam öltözni, akkor őt láttam, mert ő bikamaszkba volt. És pont gondolom nem te voltál, mert te szóltál volna hozzám. Nem. Ezt meglátom, biztos fejbe fogom puffantani. Jó van, elkapjuk, ne aggódjál. Fodrász, de most nem jön az a hajcsát? Szerintem tök jó. Na, cső, ennyien vagyunk? Na, cső, igen. Jó, hogy állunk? Mi újság? Ennyien vagyunk, vagy szoktunk többen lenni? Hát nem sokkal több. Azért nem sokkal. Dani elment a temetést. Mennyi kéne, Dani? Egy 50 ezer, légy szíves. Látottam. Igen, köszönöm szépen, kösz. Cső. Na, szóval, akkor kell embereket felvenni, nem? Inaktív tagjaink vannak? Vagy nincsenek? Nem, nincsen. Jó, akkor a városban ez lesz a feladatotok, jó, az elkövetkezendő napokban, hogy ismerkedjetek, és új emberekre van szükség. Legalább egy 5-6 emberre gondolok, akiket fel kell venni. Úgyhogy ez lesz most mindenkinek a feladata, hogy ismerkedjetek, és embereket kell összeszedni, jó?
Okay. Én most elmegyek átfestetni az autót, és a városba szóródjunk szét, ez lesz mindenkinek a feladata. Én is ezt fogom csinálni, és mindenki más is, jó? Mm-hmm. Szuper, köszi, akkor mehetünk, illetve Bika maradjon még itt, légy szíves. Meg én is tudok veled beszélni. Aha, gyere. Én meg majd később. Jó. Na, chat, akkor adunk Bikának egy... Egy ilyen kocsis ládát mennyibe is adsz? 600? Figyelj, neked pénzt adok, jó? Mondd a számodat. Ja, jó. Jó. 54. 54. 54-es. Tessék. Megnézem majd az ötletet. Bika, hány éves lettél te amúgy? 28. 28. Mhm. Uh-huh. Na, hát már 30-nak nézel ki amúgy, Cula. Te akarod kinyitni a ládát, vagy én nyissam ki? Én akarom. Én arra kíváncsi vagyok. Vajon milyen Ferrari, Roma, vagy mi? Te mit hallgatózol? De tudod miért nem kapsz ládát? Mert te ezt elvártad tőlem. És azért nem ad, nem kapsz. Nem vártam el! Dehogy nem, mindig mondtad, hogy mikor kapsz ládát. Hát csak megkérdeztem, mert izgultam. Persze! Azt hiszed, hogy... Vert a víz, mint az állat. Azt hiszed, hogy mivel másnak jár, ezért neked is jár, vagy mi van? Jó van már, most ne harabd már a fejemet, hogy kíves. Jó van. Ne haragudjál már meg, tudod, hogy szeretlek. Na, tessék! Nézzük, hogy mit nyílsz. Ha Ferrari Rómát, akkor az a tiéd maradt a törökre. Ma van a névnapja is, úgyhogy... Na nyissad már! Mizu, te is akarsz velem beszélni? Nem, csak kíváncsi, hogy mit. Ja, jó, azt hittem. Murusz! Na, jó van, akkor menj ki és akkor igényeljed, jó? Azt igen, hogy Balázs. Kell? Kimész, hívsz egy istenséget és igényled tőle. Jó, jó? Oké, kösz, nagyon szépen köszönöm. Széna, akarsz velem beszélni? Széna? Mondom, akarsz velem beszélni? Nem? Tessék. Akarsz velem beszélni? Jó, 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 jó. Na, chat, a D akar velünk beszélni, akkor átfestetjük a pandemet. Milyen sz... Van valami új színe az autóinknak? D, gyere. Van. Azért akartam, van új színünk? Veled, aztán mondom az új színeket. Jó, hagyja. Gyere már. Mi újság a csapaton belül? Minden rendben van? Aha. Jó. Pár ember eltűnt. Ilyenek, hogy a W-ek, ugye a patkányék. Ja, ők a új frakciót csak. Aha. Jó, akkor felsessük át az autót, és akkor keressünk a városba új embereket. Jó. Na várjál, megnézem itt az üzenetet. Ezt meghallgassuk már meg, chat. Valaki. Jó, véletlen küldte. Szia! Beszélgetek, majd megyek. Véletlen, de a háttérbe megy hát a stream. Mennyi csak, mert lebukott a kis aranyos. Cseh. Jaj, most mi van? Fotózkodsz. Nem, véletlen félre nyomtam. Szerintem a Twitteren válts felhasználó nevet amúgy. Írjon vissza, mert szét fogom szórni a számot a városban. Végre temetik, még mindig el akarja törni kis, ajánlom, hogy válasz, ezt nézze meg a WhatsAppot. És nézze meg a WhatsAppot. Jó, mehetünk. A pandememet fogom átfestetni. Jó. Meg öltözünk el. Végre nem lesz meg a szám, senkinek ne adjuk meg. Csak válts a Twitteren felhasználó nevet, mert... Jó, valami, én nem tudom. Tudod? Ja, de várja, átöltözik akkor. Hát én is szeretnék. Egye följem. Nem halljuk, nem beszéltek azért. Na! Viszont ki is dobom a telefonot, mert folyamatosan írkál WhatsAppon, miközben tudják, hogy meghaltam, úgyhogy ez már MG. Már megint. Úgyhogy ki is dobom a telefonomat, amíg nincs új számom. Ja, főnökségnek legyen meg. Fessük át a ruhát. Meg úgy tetszett a papucsom a izéhez? Mihez?
Hát a, ez a, amiben voltam a temetésen. Igen, nagyon jó volt. Hát lehet, hogy új ruhát is kellene összerakni. Hát igen. Á, várjál, ezt nem nagyon ismerik, ez most jó lesz, a célnak megfelel. Azt hiszik, én vagyok kopasz! Hú, ez veszélyes chat, nem? Mondjuk, a maszk az nagyon gyakran. Hát a maszk az nem anya, azt le is veszem. Szerintem is. Így egy fokkal jobb. Hú, tényleg el kell mennünk fodrászhoz. De miért? Jó van, akkor elmegyünk fodrászhoz is. Hát mert most... De miért nem tetszik a hajam? Most hogy nézek ki? Úgy nézel ki, mint egy 50 éves, lecsúszott családapa. Hát de az is vagyok, meg drogos, és? Hát azért... Na, most valaki rá néz, már tudja mi a témaért. Ah, jó van, gúnyolódjál, csak gúnyolódjál. Nem gúnyolódok, én az igazat mondom, mint minden. Jó van, jó van. Hello! Hallod? Mizu Bikusz. Hiába, izé, hiába könyörgök itt az Istenek, mert nem jön senki. Há jó, ma jönnek. Legyen nálad a cucc, jó? Ma jönnek. Légy türelmes. Na mehető. Ja, légy türelmes. Hallod? Mizu. Jössz velünk, vagy mit csinálsz? Jövök. Jövök csak. De nem írja Bence, mert már jobb, ott van William Nascovar, át lett nevezve az egész karakter. Gyere. Va, mi, nem ilyen nem volt. Hallod? Igen? Na, itt van, opa, várja, itt van, intéz, intéz, cső. Fegyver van nálunk. Jó. Na, chat, látjátok, most már megint visszatértünk a normális kerékvágásba. A börtön RP, az, a nézőszámon is látom, hogy, a story RP-t nagyon szeretitek, úgyhogy... Majd találok ki valami akciószetnek valót aztán. Jó. Itt a panna, ugye? Aha, ez az. Na gyere, melyik telepre megyünk? Tök mindegy igazából szerintem. Tök bész nincs valószínűleg. Jó, jelöljél valamelyiket. Jó lesz, hogy itt van, szerinted? Szerintem igen. Jó, ú, ez az autó már hiányzott nagyon. Csát, ez a kocsi hiányzott. Börtön után le tudsz ülni. Micsoda? Börtön után le tudsz ülni. Hehehe, simán. Hát csak egy gyerek nyugat a seggembe, amúgy nem para. Örülök, Edwin. De remélem tényleg, aki részese volt a Story RP-nek, hogy mindenki jó érezte magát. Most folytatjuk tovább, vannak új maffiák, minden. Mindjárt D mondja, hogy mire kell átfesteni. Most akkor még ezt elintézzük, ezt a fodrászt, meg ilyeneket. Hallod, meg tetováltatni is szeretnék magamra. Jó, rendben. Hát ezen a telepen én még nem is voltam, szerintem. Hol kell bemenni? Nem nagyon voltam. Szóval Zika jól van. Majd látom, dolgoznak, jó van. Elég jó, sokan. Jézuska! Maga normális! Normális. Normális, hogy széna, nekem jössz! Be vagy rúgva? Hát ez egy híres telep, mert minden faj foglalt. Nem, itt a végén. Itt a végén van hely. Ő sem férünk rá. Dehogy nem, megoldom. Kidöntöd a oszlopot. Van. Dehogy nem, a kollégám is eltűnt a városból. Igen. Hm? Jó, elég durva. Nem betenni onnan. Hallod, milyen színű lesz, azt tudod már? Aha. Jó, király, mennyibe kerül, mert nem biztos, hogy van nem elég KP. Hogy számláznak? Vagy azt hiszem számláznak, igen. Jó. Jó napot! Jó napot! Mi voltunk itt előbb, bocsánat. Jó nagyot! Elnézést kérek, uram, elnézést. Ez, erre az autó lenne szó, egy festést szeretnénk rá kérni, semmi mást. Festést? Yes. Hát az nehéz lesz, uram. Mié? Ez a bulldozer. Hát, drágák vagyunk, nincsen olcsó mulatság. Hát, akkor megyünk a másik telepre. Már csinálom, és csak az Audit szedjék le onnan. Figyeljen, uram, mennyibe kerül, vagy számláznak, vagy KP, vagy utalás, hogy működik a fizetés? Számlázunk, uram, és ha kifizeti, akkor abban a pillanatban fölkerül az autóra a szín, amit szeretnék. Ó, nagyon profi. Jó, a barátom mondja meg, hogy milyen.
milyen színű lesz. Elnézést, ott a fehér öltözésre tudnál venni az Audit onnan, ha tudjuk oda feljárni, mert csak ottól csinálni az autót. Tök jó. Akkor én oda átjárok a pohászokondemmel. Játszik, mert azóta itt van, játszik ő. Bulldozer nem tűnt-e? Azt figyelj. Aztán, ez nagyon lehetne verni valakit. A biztos. Bulldozer, a legjobb mafia. De hallod, mondtad már neki, hogy milyen színűke? Még nem, majd mindjárt. Ja, mert ott van a festőszalon. Ja, vágom csótány, vágom. Mit csótány? Úgy nézek ki, mint egy csótány. Mert most miért? Nem tudom, vagy nem, giliszta. Tényleg, ja, giliszta hajú vagy. Giliszta hajú. Nem, hagyjál! Szerelés is kell, de az egy domokrái mosást, jó? Á, ja, akkor szerelés is, hát ha itt a garázsban megrohadta, még nem voltam itthon. Igen, nagyon sokáig el volt. Persze, hát kirándultam egy kicsit, az az igazság. Igen, és engem nem hívok. Á, ne, ő szeret maga is kirándulni? Ahogy a vihar. Elég jó helyen voltam, volt finom kaja, minden. Igen? Persze. Ti spagetti fejed van, tényleg, most jutott miért eszem. Miért spagetti fejed? Milyen dobokrai mosást is, jó? Rendben, köszönöm. Mondd el, miért lenne az? Nem tudom, ilyen kis spagi. Milyen színbe gondolkoznának amúgy? Milyen szín? Hát, a fehér az alapja. Te a hisót, igen! Aztán arra egy rágú gumikék gyöngyház. Hát, a fehérre vannak egy kis problémák. Mi? Nem biztos, hogy ilyen kell megmarad rajta, és látszani fog. Nem számít. Melyik fajta fejére? Igen. Na, csehát akkor tetkot csináltassunk? Hát jó, csak akkor most van időnk. És akkor holnap után megveszünk főembereket a frakcióba. Meg akkor ismerkedünk az új maffiákkal, bandákkal. Kíváncsiak az új autóra. Ez a legfehérebb fehér, de nem, jó, nem fog rajta rakni. Hát, fehérre nagyon nem teszik. Na mindegy. Ahogy gondolja, jó, és akkor egy kokék, egy... Rágógumi gyöngyhálat. Jó, meg rágógumi. És akkor utána kiszámolatom, és akkor... Spagika! Mi bajod? Te leszel a spagi. Leverek egyet mindez a villáskoncs. Persze. Na, hova számlázhatom? Nekem a 122-esre. Nullával. Ah, nem, akkor nem fizetek rá. Mert amúgy van a legolcsóbb szerelőtelep, de direkt nem oda mentünk, hogy megnézzük magukat. Hát tudom, legolcsóbb szerelőtelep. Ah, tudja, a Grove Street-en, azok a legolcsóbbak. Igen. Persze, oda most szoktunk olyan járni. Köszönöm. Nyugodtan. Mehettek volna, most is oda akár. Jaj, hát ez... ez is olcsó! Ki is fizettem. Nem vagyunk mi olyan drágák. Nem, ja, tényleg. Jó, ez tetszik. Itt a kobra jelcset! Tényleg! Ez mi? Ez direkt tették ide, vagy ez? Véletlen egybeesés, hogy kobra? Ráraktam, de a gyöngyház az nem ez fog mi? Játszani. Valamiért a fehérre nem látszik, az a baj. Nem számít. Ez a kobra hát, eddig is itt volt. Milyen kobra? Ja, igen. Azt gondolom, igen. Uh-huh. Ez mekkora véletlen! Ez akkor igazából köszönjük meg szépen. Köszönjük szépen. Szépen. Minden jó. Viszont a fehérre vannak ilyen kis problémák. Egyedül a B-sen lehet meglátni a gyöngyházat, többé nem. Nem köszönjük. Viszlátok a másik oldalon is. Menjen már hátulról onnan! Üsd el! Hallod, főni? Ez miről beszél? Milyen főni? Ez mi? Hallod? Milyen főni? Kinyírjalak? A telepen főninek szólít az bika! Mit bocsán akarsz? Na, akarom mutatni a kocsit. Na, guruljunk ki! Mutasd! Hát de várjál, meg kell csinálni. Melyik ja, most ez? Ez a szín amúgy? Ez a szín, erre kell járni, igen. Hát akkor nekem jó az a fehér. Na, és itt még a Mercedes-re kérre szerelni? Igen, a Mercedes-re kell egy javítás, igen. Látom, egész komoly. Figyelj, Bika, nekünk el kell menni fodrászhoz, meg ilyen, majd utána megmutatod, jó? Megszerelték. Vagy, ja, na, kint megvárunk, megnézem. Ahogy, oké. Megnézzük, de ilyenünk van nekünk is. Hallod, itt, ez normális főnöknek szólít, itt?
Amúgy én látom a gyöngyházat rajta, hogy én nem értem. Fihely, nem rossz, nem. De most vettem észre, hogy van egy kobra itt az oldalán. Uh-huh. Nagyon durva. Kiszállok. Nem kell lámpa, jó ez így. Jó ez így, chat, nem szórakozunk. Micsoda? Unboxolunk egyet. Jó. Van ilyen. Az igen. Gyere. De szép neved le. Gyere. Gyere. Figyelj, de miért adtál nekem személyig az online? Micsoda? Miért adtál nekem személyig az online? Ja, nem adtam, véletlenül főmutattam. De szép neved, mit nem adtam. Várjál, jönnek a zsaruk, tedd de! Tedd de a kést! Eltett már rég. Ja, jó, jó, már a zsaruk itt vannak. De hát, de legális. Na jó van, de hát figyelj, most valakit már is kapnak, nézd meg. Na jöjjön már a bika! Itt valaki hallgatózik. Jó napot kívánok! Jó napot! Jó napot! Mit hallgatózik itt maga? Előbb voltam itt. Nem zavarja. Mit hallott? Mit nem. Szálljon ki! Mi számít ki? Szálljon ki! De én nem szállok ki. De kérem, hogy szálljon ki! De én nem akarok ki. De szálljon ki! Csak beszélgetni akarok. Most is tudunk. De jobb, hogyha látom, hogy ki maga. Á. Bika, gyere, intézd csak a csávót, nem akar kiszállni. Szálljon már ki. Nem akarok. De mi az, hogy nem akarok? Jó, van, el fog menni, hagyjad, nézzük az autót. Uram, uram, figyeljen már. Álljon már meg egy kicsit. Ez egy bugyi. Kérhetnék egy kis pénzt forgálni. Dehogy kérhetem, menj el dolgozni. Nem lehet, dehogy nem, nincs zöld kör se. Miért ne lehetne? Ja, most sehol nincs zöld kör, akkor át lesz alakítva. Nincs zöld terület, azért tévesztett meg, de gondolom átdolgozza pedig. Mizu. Na, látom az autót, ez király, örülsz neki? Szülnapi ajándéknak? Melyiknek? Hát melyiknek? Hát nem hallak széna. Gyere meg picit, nagyon fontos. Jó, megyek. Ja, amúgy szerintem zöld terület volt. Mondjad, mi újság? Na, az a helyzet, hogy én beépítettem a zsoldosékhoz egy csávót. Hát a zsoldosok leléptek. A francokat. Ne idegesítsé, nem? A francokat. Most találkoztam a csávóval. Igen? És azt mondta nekem, hogy valahonnan megtudták azt, hogy te kijöttél. És fegyverkeznek föl, és tegnap óta keresnek minket. Hát de ma eltemettek. Micsoda? Hát de ma eltemettek. Hát... Mert ott mondta a csávó, hogy ott van ilyen bolond gyerek, aki mindent elmond neki. Ezt nem tudhatják. És azt mondták, hogy fel fognak fegyverkezni, és ránk fognak jönni. Jó, jó, de azt nem tudhatják. Rajtatok kívül senki az égvilágon nem tudja, hogy mi történt. Ja, meg azt is mondta, de ahogy ne tudta volna ő. Azt mondta még, hogy a zsoldosség ott voltak és ellenek tanúskodtak. De hol? Hát gondolom ott a bíróságban, tárgyaláson. Jó, de ma temettek el és meghaltam, érted? Nem tudják, hogy élek. Azt értem, most mondta a csávó. Hogy tudják, hogy élek? Nem, azt mondta, hogy kiszabadultam. Hát de nem szabadultam ki, hát meghaltam a börtönbe. Ez most történt. Elvigyelek a csávóhoz? Elvigyelek a csávóhoz? Vigyél a csávóhoz, igen. Na, akkor gyere. Na, akkor déve megyünk, beszállunk a kocsiba, gyere, szállj be a kocsiba te is. Na most ennek utána megyünk. Gyere, Dius! Ja, ez a tiéd. Ha? Na. Na, hallod? Na, Mizubikus. Na. Örülök ennek az urusznak. De viszont volt egy uruszom, és azt cserítem. Igen, és? Mi a probléma? Semmi. Ajándéklónak ne nézd a fogát, Bika. Nincs probléma? De most mondtad, hogy van problémád vele! Nincsen! Hát nehogy már itt rágja a Pál utcai fiúkat!
Hát adok neked ajándékot, most megbántottál! Kiforgatsz a szavaimból, jó ember! Soha többet nem beszélek veled! Megbántottál! Jó van, akkor megbántottalak. Jössz velünk, vagy mit csinálsz? Várja, maga nem elérhető. Ja. El kéne vinni a srácot a főpublikba. Hova mentek? Még ki az? Ki ez a srác? Még mindig Máté. Máté, bakker, hallod, megfogja ki. Ja, Bika, vidd el Mátét, jó? Mi megyünk fodrászüzletbe meg tetkót csináltatni. Jó, akkor majd ott valahol, vagy tetkósnál, vagy valahol találkozunk. Jó, jó, vidd be el Mátét, kösz. Na, szén, hallod? De szén akkor nem tudja, ez oké, hogy kiutottam, ezt tudják, de azt nem tudják, hogy na, meghaltam és... Előttem fodrászt. Ja jó, kösz. Meghaltam, és ma eltemettek. Na, de akkor... De nem tudja rajtatok kívül senki az ég világon. Ha csak... Nincs egy ember, aki... Tőlünk eldumálta valaki? Hát a Zolán kívül csak nincs más. Nem foglalkozol a csapatokkal. Na és Anyikám, azért mert most más dolgunk van, nem kell sűve főve együtt lenni folyamatosan. Mert most nem tudunk mit terpézni ennyien közösen. Most az idegesít, hogy tudják valahonnan. Nem tudhatják. A mentősök tudják. Jó, kik tudhatják? A mentősök. Meg a csapattársak. Keressünk vagyunk, normál saját csinálni. De ez is jó haj! Ó, bakker a maszk, ja. Ó, ez így gázos lesz. A maszk miatt. Igen. De ami a biztos, hogy nem mondta el. Így mondjuk sok mindent nem látunk. Majd én megnézem ezt. Ááá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 
arrak. Csat ez. Hát ez nem, nem? Annyira nem. Annyira nem, annyira túl kopasz vagyok oldalt. Igen. Ne kiabálj. Bocsi Norbi, hát a saját streamemben hagyj kiabáljak már, hát Jézuska. Mi a kötekbe? Halkis lejjebb. Nem az. Micsoda? Van egy jó haj. Hanyas? Azt hiszem a 60 valahányos. Ha jól emlékszem, mindjárt nézem. 60. Nézd már meg. Hát nem hiszem, mentősök is elmondották, de ez olyan zavaró, hogy most történt, azt már tudják, érted? Legalább várnának egy 2-3 napot. Azta. Ez bandás haj. Szerintem nem volt baj a hajunkkal. Mindjárt. Jó. Harminchat? Hát az baj, nem 60 körül van. Hát jó van, mit tudtam én, nem most így hirtelen. 36. 6-osra emlékeztem csak. 36! Így van. Szerinted én csináltatok ilyen frizurát? Hát miért ne? Ez milyen? Ezt nézzük meg. Á, nekem tetszett amúgy. Nem tudom mi volt fele. Jééééé! Újra felejtsd! Jééééé! De jó, Isten, mi ez a... Szerintem az jó lesz, ami volt. Jó, a tüske? Nem. Az a baj, hogy a masztó nem látom. Mindegy, most lesz egy idéglenes. Aztán... Az menő volt. Az vissza egy kettőre. Ez? Ez? Nézzük. Hát. Csett. Nézd meg a tükörbe, hát.
Hát hallod, ez fantasztikus. Ez nagyon jó. Ez baj? Fantasztikus. Hát most miért nem jó? Nem is tudom. Egyszerűen nem találok. A ruhaboltba kell elmennem, és akkor maszkot le tudnám magamról venni. Azért nem látom. De amúgy fogalmam sincs, hogy melyik hajbót. Jaj, mi ez a hát tetszik! Hát mondjuk jobb, mint az előző. Ilyen izé fejed van. Hát ez ilyen nagyon... Ráraktuk egy izét, egy ilyen tálat a tetejére, az csak körbe nyílt. Az egy billit, aztán körbe nyílt. Igazad. Hogy ekkor passz. Amúgy jobb volt, mint az előző. Hát az biztos. Az előző az... Jézus! Az... A srácok, lányok, én elköszöntem. Szia, Bikusz, boldog névnapot, szülnapot még egyszer. Boldog mindkettőt. Boldog mindkettőt, Bikusz. Ma már csak névnap van. Ma már csak nem névnap baj, van. Ünnepeljé. Megy be az ágyukomba, azt ünnepele. Hát, na, sziasztok. Szia, Bikusz. Szia, hello. Na, ez mit szóltok? Ez ilyen madárfészek. De mi az első, az volt a legjobb. Aha, igen. Kinek nem? Ó! Na, ez ilyen kisfiús. Ez tényleg kisfiús? Jaj, hát a Kájnak van ilyen. Igen. Tényleg, neki van ilyen. Arabnak van ilyen chat. Szia. Tényleg fönnt... Ó! Oh! Ez a jó. Nem. De ez jó lesz. Nem. Most belül is fodrászhoz hoztunk. Még a Mateónak tartozol amúgy 100 000-re főni. Ki az a Mateó? Hát emlékszem, mikor benne aludtál a szobájába? Mateónak? Hát tényleg. Nem tudod, mikor a házamban voltunk. Tényleg. Na, ez jó, ideiglenesen jó lesz, menjünk tetkót csináltatni. Majd váltok, hónap is elmegyek fodrászhoz. Leszel hónap is? Nem, hónap után jövök. Akkor új embereket kell felvenni, mert most már tiszta ideg vagyok, hogy kevesen vagyunk. Tetkócsat. Nem tetkócs, nem tudom. Azt elkapom, az ki volt? Városnak volt? Valószínűleg. Jelölök egy tetoválóst. Jó. Jó lapot, álljon meg! Városlakó lehet? Álljon meg! Fölszeg városlakó. Kik mentek el? Páran elmentek és frakciót pályáztak és kaptak frakciót. Úgyhogy vannak új frakciók. 3 vagy 4 új frakció van a városban. Most majd beindulnak az RP szálak ismét. Kíváncsi leszek. Meg hogy a BMW hozzá az olát. Az is jó RP. De még mindig jó vezetek, halljátok. Fogjuk rá. Hova? Ezt láttad? Aha, igen. Ezt láttad? Csiki-csuki. Szép út. Hogy lehet jönni a családotokba? Kenyel, egy jó RP-t kell Lici hozni, és akkor. Na, hol a tetkós? Hát itt a szék. Ja. Jaj! Mi van? Semmi. Na. Kobrásat. Én valamit csinálok már magamnak. Nincs kobrás. De az hogy produkáljam? Hát ez a kreativitás. Ezt kell, rá kell jönnöd, hogy milyen jó RP-vel tudsz becsatlakozni hozzánk. Ez tőled függ, hogy... Aha. Lehet sötétíteni.
Jó, lábra nem kell. Testre. Gondolom a hátamra rakja, amit nem látok. Málkasra nézek, de valami kobrásat kéne, nem? És akkor elég is annyi. Csak van egy kobra. Vagy kígyó, vagy valami. Ja, kiderül. Rich Tetko, emlékeztek? Miért mozog ennyire? Na, azt nem tudom. Ú, de jó. Lehet halványra is. Ez kemény. Mondom, a többi hátra van. Ez nem rossz, ez én Justin Bieberes, nem? Ez mondjuk nem rossz, jó néz ki. Ez se rossz. De lövöldözésre gondoljak? Nem. Kenyér, nem lövöldözésre. Egy jó RP, ez a kreativitáson múlik. Keres fel minket, minden. Valaki múltkor leírja nekem, hogy 4 éve RP-zik. És akkor mondom, akkor tudod, hogy hogy kell csatlakozni. Azt mondja, de hogy találok meg IC, meg minden. Hát mondom, akkor te nem RP-zed 4 éve, ha itt kérdezed Discordon. Megnézzük. Ez se rossz. Aszta. Még fél... Itt! Ez mi? Ez mi? Ez nem kobra? Ez nem kobra? Ez mi? Ez is de jó. Jó, csehát akkor valamilyet csináltatunk, az cseh. Akkor az elég az a kobra. Ez jó. Ez jó, ennyi. Nem is kell több. Na, meg is vagyok. Rendben, most nem beszélhetünk. Szénát bent hagytuk. Széna, te mit csinálsz? Azt hittem bezártalak. Na, ledoblak titeket. Hazavigyelek titeket? Haza is olyan cíjjel. Vagy publikba, vagy hova? Szeretném. Jó, akkor ide valamelyik publikba elvisztek titeket. Kézre... Jó. Jó, holnap után találkozunk, jó? Jó. Csak akkor kiszabadultunk, úgy folytatjuk tovább, hogy nem sztori RP, de én nagyon örültem neki, hogy ennyien itt voltatok. Meg tetszett a sztori RP, tényleg nagy pacsi mindenkinek. Ez a 4M ma Evolution, ez a mi szerverünk. Álljál meg! Városlakó? Ledre. Ja, ledre kell menni. Ezt szeretem, ezt az autót. Mindenen le tud menni. Azon nem tudunk át. És akkor folytatjuk tovább a sima RP-t, jó? Ami nincs leszervezve meg semmit. De szerintem máskor is terveznek majd valamit akkor. Széna emberével most nem tudunk találkozni. Széna, majd kerítsd elő akkor azt az embert, jó? Az fontos lenne. Akit beépítettél, jó? Mondom, elő kell keríteled majd azt az embert, jó? Ja, persze. Jó, na, jó éjszakát, jók legyetek. Jó éjszakát. Jó. Na, akkor ennyi cset. Tagoknak rögtön elérhető lesz a stream, aki nem tag, neki holnap, jó? És akkor holnap nem találkozunk, vasárnap fogunk találkozni streamen. Várlak titeket sok szeretettel, és akkor embereket fogunk felvenni, ez a terv. Köszönöm, hogy itt voltatok, kitartást mindenkinek a kethez, köszönöm a moderátor segítségét, köszönöm a támogatást, tagságot. Mindenkinek jó pihenést, Olá, a rendben akkor Olá is jön szerdán, szuper. Sziasztok, jó éjszakát mindenkinek. Mit mondtam, milyen vasárnap? Szerdán. Vasárnapot mondtam? Szerdán találkozunk. Sziasztok, jó éjszakát, hello, hello, cső.